open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Akkor után vagyunk pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri! Hello! Jani, jó reggelt mindenkinek. Köszönjük! Egy újabb aranyérem. Azért. Amit én sajnos megint nem láttam, csak reggel olvastam. Nagyon sokáig forgattam, de hát valami szenzációs. A döntő a szenzációs, tehát hogy azt persze meg kell nézni mindenképpen, de az elődöntő. A koreai srác. Figyelj, ott megint az volt, hogy vezetett öttel az áron, és jött ez a fiú. Hát figyelj, és tudod, már megint kezdett így bevillanni, hogy úristen, ami az Imrével történt, hogy húri, jön föl, és mindig, és együttes találat, és a koreainak kedveznek, és neki fújnak a bíró. Nézzük meg a videokontrollt. Hú, ne, jön föl, Jézusom, már csak három kellene, még kettő az előny, még egy az előny, Jézusom, nagyon kéne még egy asszó, tudod, vagy egy nagyon tus. Kemény fú, volt. Elképesztő durva volt, megint ez a koreai játék kezdett előre. És mennyi lett annak a véredmény az előtt? Aztán a végén, hogy hívják, hogy 15-13. Akkor egész följött, akkor tényleg 14-13. De 14-13. És ott álltál, üvöltötték, kérdezted magad, hogy mit szednek ezek a koreaiak? Már megint Koreában mit tudnak? Hát tényleg komolyan elgondolkodtam rajta, hogy megy a levesbe a teló. Tehát, hogy tegnap poénkodtunk csak. Mondtam én, hogy érted. Át kell állnod az amerikaira. Mondtam anyának, mennyi a pincébe, keresd meg a Nokiát. Ezt összetörjük látványosan. Nagyon kemény volt, fáradt volt az áron, szegény, ugye ezt elmondta ő is, hogy ott volt két olyan csörtéje, ami így szinte egymás után következett, és akkor megrázta magát, meg azt mondja mindenki, hogy a vívásban nagyon nehéz, én nem tudom, hogy miért nehezebb, mint mondjuk úszásban, de benne biztos meg a sportpszichológiája, kétszer egymás után olimpiát nyerni, és ezzel a teherrel ment fel a srác. Igen. Figyelj, hát nem sok embernek volt. Sikerült egyikvel együtt ötnek. Igen. Én csak olvastam, nem láttam, megnézem majd, hát le a kalappal. Ez már akkor az ötödik. Jól számolok? 3-1-1, így állunk. A bírókkal is azért volt egy kis problémát, hogy Horváth Marian is mondta, hogy akkor én nem értek a víváshoz, akkor hogy hívják, akkor mondja meg nekem valaki, hogy ez most. Annyira jól közvetít szerintem. Jó, annyira szeretem, amikor valaki úgy közvetít, hogy látom, hogy érti azt, ami történik, és ő érti. Így van. Mert csinálta a sportot, és annyira jó, hogy olyanokat mond, amit te nem látsz. Nem? Nem látsz, semmit nem látsz. Nem érted, nem látod, és azt mondtad, hogy nagyon szépen hárított, és ez a visszatámadás csuklóra, és sansztalan, hogy te ezt észrevedd, mert nem látod, hogy történik. Mi az, hogy ő kezdte? Hát így egymásnak mentek. Nézed a lábát, hogy kinél gyulladt fel, igazából szerencsédől látod a találatot, de az se nagyon egyébként. És ettől is jó egy sportriport egyébként. Nagyon jó. Közben tanít egy csomó dolgot arról a sportról, amihez egyébként a laikus néz, nyilván azért laikus, mert nem ért. És egy csomó dolgot tanulhatsz tőle. És ő ilyen. Igen. És amúgy meg érzelmes is mellette. Én nagyon velem, ahogy ő kommentál, vagy hogy közvetít, mert nagyon jó, meg látszik, hogy ért hozzá, szereti, tudja, és érti, hogy mi történik ott, és az engem mindig megnyugtat, mikor azt hallom, nem baj, azt látom, ő érti. Igen, de mondom, hogy az elődöntőben a Spolinál már ő is mondta, hogy felteszik ezért, hogy nem tudja, akkor ő most ezt nem érti, hogy most ezt miért érti, hogy miért ő volt a támadó, miért a koreai volt a támadó a kettős találaton, és miért nem az, úgyhogy azt mondja, hogy aki ért hozzá, ez biztos, ő nem. Na jó, de a lényeg, hogy a döntőben azt olvastam meg, hogy játszott az ellenfelével, és könnyed volt, és csodálatos. Srác, aki egyébként nem volt elégedetlen. Azt mondta, hogy egy csodálatos 4 éves utazáson van túl, és hogy az ezüstérmet is nagyon megbecsülő, és hogy nagyon büszke rá. Na jól van, hát akkor ez fantasztikus. Hát és újabb vasas siker. Hát el, vasas, látod? Hát ugye, érted. Vasas hol lehetnél, ha nem dobod el magad, mi? Valis a vasas. Leadtad az alapokat, aztán eljöttél. Igen, lett belőle. A Vívó és a Mirkozó szakosztály nem egy helyen volt, mi én a Fáj utcában, a Vívás Vívások nem nagyon volt, de hallottak róla, igen. Átmentek, megnéztek, és utána átemelték a cuccot. Ott box volt, birkózás, meg foci a Fáj utcában, azt hiszem ez a három, a Vívás máshol volt. Hallom a pólósainkat is, sajnos én azt sem tudtam nézni. Egy újabb döntetlen, szóval, hogy... 5 másodperc volt hátra, amikor bekanyarodott az a hol. És ez majdnem mind az összes, tehát talán az összes meccsen ez, hogy ezt vezetünk, és az utolsó pillanatban egyenlítenek. Tehát, hogy így... Jó, Ferinek legyen igaz az EB is például a portugálokkal, igen. Mondom én, ez lesz végig. Csak ne az legyen majd, hogy még szeptember is ezt mondod, hogy a pszichológia egyébként jobb, mint hogy végig nyered magad a csoportban, aztán elfáradsz és kimerülsz, mint hogy nem nyersz, felszívod magad, és van egy íve az egésznek, hogy odaérsz a bogóra. Tehát ebben még lehet valami, csak nem tudom, tovább tudunk-e jutni, mert én aztán egyáltalán nem értek ahhoz, hogy ott most ki jut tovább, hányan jutnak tovább, csoportban.
nem lehet alapozni. Nem a magyar válogatott, csak nem jutott tovább. Igen. Nem lehet alapozni egy olimpiai nyerést, hogy gyerekek, elmegyünk balszélen végig döntetlennel, és a végén megnyerjük. És aztán robbant. Jó, de már elment. Ez már ennyi. Nem, majd csak összekapják magukat. Reméljük. Hát nagyon bízunk. Kivel játszottunk most, ki volt? Görögország. Görögország nem tűnik legyőzhetetlennek. Nem tűnik legyőzhetetlennek. Nem a görög válogatott, és valahogy még azért is annyira látod. Nem tartoznak a toppok közé. Nem mindig a szervek. Inkább úgy mondom, hogy nem mumusunk. Nem mumusunk. A szervek meg Montenegro ezek a mumusaink, de a görögök nem a mumusaink, de most mégis azok lettek, vagy hát legalább egy ilyen döntés. Én nem akarok egyébként beállni azok közé, bocsánat, egy picit váltok, hogy és visszatérek a sportriporterek, nem akarok beállni azok közé, akik állandóan szavazzák az MTV-nak a sportriporterek. Van, akit érdemes, van, akit szerintem kevésbé, de egy picit örülök neki, hogy mintha lett volna egy csere ott a Cságáns fronton, megjöttek a japán szavak. Igen, üdvözöljük őket. Üdvözöljük sok szeretettel. Igen, tökéletem, hogy szerintem tök fontos, hogy olyan közvetítse, aki érti, hogy mi történik. Én a tenisznél vagyok így, örülni. Igen. Hogy látom, hogy mondja, és nem azt mondja, mert nem az történt a pályán. És látod, hogy nem érti, csak a betanult dolgokat mondja, de nem olvassa el. Remélem, hogy nem. Igen, remélem, hogy nem csak arról van szó, hogy valaki beugrott, vagy valaki megjött. Igen, nem a igen, mert most már eltűntek a azeri srácon felül, kaza halul, felül. Hát ennek most nem örül az azeri srác. Igen, egyébként én is így tudnám közvetíteni, nem? Tehát, hogy érdened kell magát a sportot mindig. Igen. Hát tök jó, ha olyan ül ott, igen, mint a majd. Hát igen, bázban. Igen, csak amikor azt látod tényleg, hogy szegény Ungvári Miki már meghajolt és lógóra jön. Azt mondtad, igen, és még akkor mondják, hogy nagy a baj! Hát késett a kép. Hát így van, nagy a baj. De jó, nagy a baj bizony. A helyszínen van. Hajdubét hallottam, hol hallottam. Hallhattam valahol, és kim van talán. Most jön meg új lemeze. Közvetítő is, és tök örültem neki, hogy az ő hangját is hallottam. Az emberi szereti az ismerős hangokat. Persze, meg perfekt. Gundi a stúdióban. Gundi stúdióban van. Gundi nagyon aranyos, mert elnézést szokott kérni azokért az ázsiai nevekért, amiket nem biztos, hogy úgy kell ejteni, ahogy ő ejti. Mondja, hogy elnézést kérek azoktól, akik jobban ismerik a nyelvet, mint én. Igen, mondjuk az jó, hát is tök jó. Hát figyelj, összefoglal a fölkés szülni, ahol ugye minden sportág, minden egyes sportolója van, hát azért az a szinte lehetetlen, mert amikor egy meccset közvetít a Gundi mondjuk, igen. Még akkor is, ha kevéssé ismert csapat vagy versenyző van, arra nyilván föl tudsz készülni. De amikor leültetnek egy ilyen egész estés műsor, és azt mondják, na tesa, így adogatjuk be a papírokat, és olvassad. Azért hát azért. Az a jó egyébként, amikor hallgatod őket, és néha ki lehet találni, hogy miből dolgoznak. És amikor ugyanannál a versenyszámnál, ugyanabban a mit tudom, elődöntőben, vagy döntőben már harmadszorra jön elő egy olyan infóval sportriporter, hogy 1999-ben az év sportolója volt. Következő. Ő például 2010-ben volt az év sportolója. Valami almanak. Igen. Kit várunk még? Ki lehet még? Még Katinkát várjuk. Katinkát mindenképpen. Még van ott egy hát talán, ugye? Igen. Kajakkenú. Igen, mondjuk, hogy van egy arany. Ott lesz ugye most egy selejtező, meg egy elődöntő. Ma, meg holnap hajnalban. Milyen várakozást felülmúl már most ez az öt arany? Csodálatos. Ez számított. Tehát olyan jóslatokat olvastam, meg olyan jóslatokba bocsátkozott mindenki, azért ezt így az elején már sem merte volna mondani. Ilyen számok nem volt a legjobb, vagy legtöbb, amit mertek jósolni aranyat. Uh-huh. Tehát volt 3-4, és ez talán 5 volt a legbátrabb. Na, hát az már most megvan, és remélem, hogy több meglátjuk. És igen, a kajakkenú tényleg. Fú, én abban nagyon hiszek. Valamiért nagyon bízom Kozák Danutában. Én őt egy titkos favoritnak tartom. El kéne menned kommentálni egyébként. Már tudnád hozni. A kötelezőket már tudnád hozni. Egyébként. Na jó, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink korán reggel, szervek beépítik a brazilok ellen, igen? Igen, azt hiszem egy góllal verték őket. Tehát kikaptak a szervek. A nagyon veszélyes brazil válogatott. Igen. Tényleg? Hát ez érdekes. Mi történt, Feri, érdekes a hangod, berúgtál tegnap? Nem, kérdezi Zoli. Nem, de eláztam a szigeten. Na, mesélj, tényleg. Nem, de úgy tervezted. Az volt a terv, illetve hát bele is kezdtünk a dologba. Nagyon jó, korán kimentünk, van egy csomó újdonság, érdekesség. Ilyen nagyon sok utcaszínház van.
Én azt megmondom őszintén, hogy egy fröccsöt vettünk, illetve hosszú lépést 670 forintért. Nem vészes. Igen, tehát akkor is kölcsönöttek érni. Igen, nem kölcsönkértek, meghívtak, tehát azért az egy jelentős különbség. Ez, nem vészes. Igen, tehát 450-ért is lehet, meg 320-ért is lehet valahol fröccsöt kapni. Ez egy szigetfesztivál, tehát tudom, hogy már a belépő is nagyon sok. Egyébként viszonylag sok magyar volt tegnap. Tényleg? Igen, nagyon sok magyar szót hallottam, mondjuk nyilván nem voltak még annyian, meg ez a tudod, még beköltözött, még sorba áll. És mindegyiknek általán security felirat volt. Így van, igaz, köszöntek, hogy hello fejére jöttél műsort. Inkább. Igen, de ez nagyon igaz, hogy megvédik őket, nem tudom, szegények. Vagy az árgus. Vagy az árgus szemekkel figyelünk rád, aminek viszont ellent mond, hogy ugye a Petőfi Rádió mindig csinál egy nagy színpadot, kicsit izgultam is, hogy a közelébe mehetek-e, ugye mióta téged, hát így lehúztak, mondom, és csak együtt dolgozunk, és akkor ott volt ilyen magas hegyi underground, meg Budapest, bár abba belenéztünk, erős félházzal a szegények. Tehát akkor, igen, igen, viszont a hideg volt, eső volt, sokat hát figyelj, kimentünk ilyen, sokat számít. Hát persze, kimentünk ilyen viszonylag lazába, azért egy esernyő legyen nálunk, meg minden, és leszakadt az ég, na most az, ami a szigetnek a legnagyobb ellensége, a sár, az most szerintem két napig. Hát, de mindenki ad előnye, mert ha van sár, nincs por. Így is van. Igen. Tehát legalább nem fulladsz meg a portot. Nem fulladsz meg. A rutina szigetesek tudják, hogy mindenben meg lehet találni. Igen, csak a gumicsit már még nem vittük. Igen, csak ez már kényes úri közönség, ez már nem a magyar Woodstock. Viszont este a Chemical Brothers, akit kikérek magamnak, továbbra is fönntartom ezt a véleményemet, hogy szerintem két diszkóst nem lehet felrakni a nagy színpadra. Tudom, hogy erre jönnek be 60 000-en, ne kövezzetek meg, szerintem az nem zene, hogy bedugod a pendrive-ot és ott állsz, és ízé tapsoltatod a közönséget, tök mindegy. Na arra viszont ilyen nagyon-nagyon sokan voltak. Rengeteg. De én nagyon szeretem az eljüket. Tudom, most már nem annyira régen hallgattam. Csak nekem tudod, ez a mindig, de tudom, hogy én vagyok egy maradi öreg. Az, de, hogy nem igen, hogy én ezt nem hogy én azt gondolom, hogy a nagy színpadon az a zenekar lépjen föl, aki 20 évet beletett, érted? Nem két fiú. Szerintem ez nem így van. Tudom, hogy én, azért mondtam, hogy öreg vagyok. 20 évet, mert az ég spektrummal kezdtek. Szerintem az élet szép, az élet híres. Egy csomó zenei műfaj van. Tehát, hogy ők nem értik nyilván a nagy szakálú Gibson gitáros rockereket, akik hörögnek. Azt mondják, de fura öreg csávok. Azért mondtam is, hogy öreg vagyok. Már rég halottnak kéne lenniük, és 30 éve nyomják. Hülye vagy, minek cipelsz gitárt, mikor itt van a diszkós pult? Nyom be, adják, 2-20-at bedugom, az halálszó. Ők jók egyébként. Nagyon-nagyon nagy volt, és imádta a közönség, figyelj, tomboltak rá, tehát, hogy az szinte teljes teltházas volt a nagy színpad előtti tér. És ma érkezik a művésznő? Ma lesz a művész. Művésznő ma befut? Állítólag elsüllyed a sziget, annyian lesznek kint, tehát, hogy mindent eladtak, de úgy, hogy a beúszós jegyet is, ahol nem tudsz a hídon menni, hanem bedobnak a Dunába. Igen, igen. Tehát ez a három ezer... mentő mellényel a Dunába is taposva részletet hallgatható, hogy vannak úszójegyek, állójegyek, úszójegyek, drónjegyek, helikopterjegyek. Úgyhogy így van. Hát kíváncsi, hogy mekkora muzsikál lesz egyébként. Én nem tudok menni, meg engem az annyira nem érdekel. Azt mondom, hogy zenekarra jön, tehát, hogy maga önmagában mindig a háttér zenészek szerintem sokkal izgalmasabbak, ja. Hogy, mert ott azért két fekat, dobol egyet, gitározik egy női basszus gitározik. Ott azért nyúlás, tehát hogy azok a session zenészek, akik elők jönnek. Olyan zene van, hogy megőrülsz egyébként tényleg. Csodák. Én ilyen, hát nem vagyok annyira oda, de majd elmondod, hogy milyen volt. Én mindig azt mondom, hogy nem maga, ugye én sem hallgatni, nem tudok három Rihanna dalt felsorolni, valószínűleg hogy kicsit megkínosztok, igen, de hogy maga a produkció, hogy Amerikában hogy raknak össze egy ilyet, milyen a zenekar, amikor jön 5 vokalista, érted, és mindegyik olyan, amit nem találsz a környéken se úgy énekel, a Rihanna mögött, akkor az azért szerintem jó. Szerintem az jó. És mindegyiknek megvolt már a maga címlapja. A bass guitar player, guitar player, vocal. Hát a szakmai lapokban a legnagyobbak. Hát neki ez jutott, és ő valószínűleg ettől marha boldog egyébként, hogy a Rihannát kísérheti. Jaj, mondjuk a vokalisták általában szokott lenni, azért odafigyelnek rá, hogy ne legyen jobb, mint az énekesnő. Egyszer láttam, hogy zseniális volt, tehát hogy mindig nagyon szerettük, meg most is megölítettük talán a héten Ellie Lennoxot. Láttam egyszer olyan koncertfelvételtől, amikor így konkrétan egy kikacsintott az egyik vokalista lányra, hogy picit szerényebben. Igen, mert hogy annyira jó volt. Tehát, hogy azért szerintem erre mindig odafigyellek, hogy ne lejjenek ilyen művésznő. Igen, az menő, amikor lejjenekled a művésznőt le, és kiszólnak neked, hogy jó vagy, kicsit picit halkabban. Na jó, hát majd elmondod, milyen volt. Kíváncsi vagyok. Hogy állunk játékkal? Mi volt? Megnyertük, lehetett, jól emlékszem, nem? 3-0 ide. Ennyi? Behúztuk, de...
azért ettől függetlenül lehet jelentkezni játékra. Az időt elbeszéltük, úgyhogy akkor most ne ismételjünk kivételesen, mert volt miről beszélni. Elmondjuk a legfrissebb híreket. Közben gyorsan mondom, hogy van egy balesetünk az M3-ason, a 46-os kilométernél. Milf Hunter küldte nekünk, és torlódás is van Pest felé. Az M3-ason átok ül tegnap óta, ott két baleset, ma egy. Sőt, egész héten ilyen volt. Egész héten, igen. Egész héten. Ceglédi nyugati vonalon 40 perces késésre lehet számolni. Kriszta küldte, és M3-ason van, igen, a 46-osnál egy baleset. Ezt többen elküldték, köszönjük szépen. És gratulálunk Ausztria stabil teljesítményéhez, amit napok óta sikerült tartani. Hajrá, tovább, csak így fiú. Persze, pedig ügyesek. Hogy állnak? 0-0-0. Semmi. Hát végül. Tényleg? De egy bronz se. Persze. Megisszuk még majd ennek a levét, de hát ettől függetlenül ért. Ez megint hosszú lesz a határon át. Igen. Sijelni ne kocsival menjék, bárki indul. Nem baj. Majd csak összejön valami, hát találtok egyet. Valamit elveszik, mondjuk hosszú Katinka egyet véletlenül. De majd vigyétek vissza. Már ott van. Sopron kőhidai határát kell. Nem, már húzok az a bajszokat, mert tudnak magyarul odaállnak. Hallgattak minket, aztán odaállnak. Durcás arca. Durcáskodva, igen. Oké, Ákos jön a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk mi is a játékkal. Ha játszanátok, írjátok SMS-t, hogy tudjunk rólatok, jó? Adjatok életjelt, ha szeretnétek játszani, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek. Trafi van Heves és Tenk között, az Eger felé tartókat mérik Anita. Küldte nekünk mindenkinek jó reggelt, írja Csilla, M3-as autópályán Nyíregyháza felé a 212-es kilométer. Nél őz van az árokban, úgyhogy ott is vigyázzatok. Na, most léptem át, a határt oszták rendőr, Guten Morgen, Katinka, hosszú jogosítvány, Bitte írja. Írja neki. Henci, drága fotók készülnek az M7-esen Budapest félre, a 97-es Kavicsnál, úgyhogy ott is óvatosan menjetek. 3-0 akkor, tehát így állunk? Így van. Azt mondjuk el, hogy ma van a hét utolsó játéka, ugye? Mert hogy mi holnaptól Szabin vagyunk. Igen. És hát akkor egy szépítés még benne lehet, amit drága kis hallgatóinknak több már nem, mert holnaptól vagyunk egy hete. Mindent most kiveszünk, péntektől amit lehet. Péntektől péntekig megyünk, így van. Ez jár a sok gyerek után. Valami örömmel legyen. Megnéztem a szerződést, és két gyerek után plusz két napot még hozzá tudtam tenni, amit tavaly nem vettünk ki. Úgyhogy holnaptól mi már nem vagyunk, de természetesen a jól megszokott kis helyes kis best-of-okat majd halljátok azért természetesen. Na, akkor hát jöjjön a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Hello, sziasztok. Szia. Hello, Laci, honnan hívtál minket? Laci. Hát jelenleg Bükkábrány és Tiboldarót között fél útra. Tiboldarót és Bükkábrány között. Uh-huh. Viszel valamit, vagy mész valahova? Újságot szállítok ki boltoknak. Újságot szállítasz boltoknak? Na jó. Aha. Akkor az korai kelés? A hajnal 2. Az a minden idők. És meddig tartom el? Hát amíg be nem fejezem. Na, csak hogy nagyságrendileg, 8-ig, 9-ig, délig. Tehát... 8 körül általában végzek. És van egy kis napközbeni szúnyoghálás? Vagy utána még egy másik napot csinálsz? Persze. Le kell feküdni. Anélkül nem lehet kibírni. Hát ez kemény, mert Laci le a kalappal. Kivel játszanám? Hát Ferivel. Ferivel? Jó. Ferivel. Oké, legyen akkor, játszatok egyet. Feri, te még nem is voltál. Nem, a héten szűz vagyok. Jó. Laci, legyél ügyes, jó? Jó, Feri, te is. Köszönöm. Jani? 3, 2, 1, fire! Mikor fekszel este? 10 körül? Általában olyan 9 óra körül már ágyban vagyok. Minden este. 9-től 2-ig, 8-kor vége, és akkor mondjuk 9-től megint délig alvás. Hát pontosan, úgy szoktam, délbe kellek, délbe még, hogyha van otthon valami munka, amit meg kell csinálni, azt megcsináljuk. Utána bontok egy jó sört. Jó ide ügyes. Bükkábrányban vagy, azt mondtad? Félúton is, így van. Láttad az ősfákat már Bükkábrányban? Hallottam róluk, de igazság szerint a közelébe se voltam még. Kihagytad eddig. Akarsz valamit kérdezni, Laci, biztos? Szeretnék, pontosan. Azt szeretném megkérdezni, mondtad itt, hogy fröccs meg, hogy hosszú lépés itt el, hogy mi különbség van a kettő között? A hosszú lépés és a fröccs között?
Tessék. A hosszú lépés és a fröccs között mi a különbség? Pontosan. Hát egy bor, két szóda, a hosszú lépés, a fröccs egy-egy. Aha. Laci! Kihúztuk volna. Jó! És lassú komótos játék volt, de nem ügyesek voltatok, szerintem mindketten, mert nem volt ez egy rossz játék. Olyan tűnt, mint egy ilyen étteremet dumálnátok valahol. Tét nélkül vidáman. Meg, de mind a ketten kikerültek a szavakat. Hú, de király. Na, ennyi. 3-1. Igen. A szépítés a tiéd, elmondhatod, hogy volt egy hét a Morning Show-ban, amikor te hoztad be a hallgatóknak azt az egy pontot, és ezzel szépítettél. Hú, de gyorsan elmondtad. Igen, úgy éreztétek? Aha. Hát legalább neked. Na, jó neked. Igen. Na, figyelj ide, akkor kapsz egy szép kis ajándékcsomagot, mit szólsz? Nagyon örülök neki. Jó? Hát nem gondoltam, hogy meg lesz. Figyelj, már a melód miatt is egyébként külön megérdemelnéd, mert azért, hogy mi csak kiveszek az újságot hét a benzinkútnál, meg az újságárusnál, bele se gondol az ember, hogy kerül oda, nem? Hú, kegyetlen tud lenni. Igen. De azon szeretem. Jól van, küldjük neked, köszi. Rendben, köszi. Hello. Nyáradon mérik a celdömök felől érkezőket, valamint az M3-ason nincs már fennakadás, a 46-os kilométer tiszta, Joci most ment el mellette, úgyhogy jól lehet. Jól lehet haladni. Mindenki tud menni nyugodtan. Heves és Tenk között viszont Eger felé még ott van a trafi. Vigyázzatok. Azt mondja, 22.8, azt számolom, hogy lekarapa, november... hogy ezt még fejbe várjás, hogy november 19-ig már nem vagyunk verhetőek. Hogy feljöhetnek-e még? Milyen adatokat tudsz? Mi van most te? Augusztus? Na, még ez is október, október, november, 3, 4, 12. Hát, még egyet még azért lehet. Meg vagyunk. Még be kell húznunk? Na, most adunk egy kis pihenőt a jövő éten, aztán majd. Majd folytatjuk. 50 szám pontosan 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, és jön a jó idő. Jön vissza a jó idő. A fiúk még máshol vannak kicsit, ahogy látom, de azért ja, mondom... Zsuzsára mondjuk ki nyugodtan, igen. Miről van szó, hát őt látjuk. Most én kedvelem. Nagyon helyes. Bármikor sütnék neki egy valamit. Helyes manöken. Igen, tök aranyos csaj. De az összes sportok olyan normálisan nyilatkoznak, nem? Nem? Tehát, hogy jól nyilatkoznak, ügyesek, jó őket nézni, hát rám félnek két sajbuci, vagy mit mondanak. Aha, nagyon jó. Figyelj, akció van minden hamburgeresnél, ezt nem tudom, hallottátok-e? Hogy a névvel mész be, hogy kenderesi, akkor 10%-kal olcsóbb a sajtburi. Igen, arra jó. Rám félnek két sajbuci, ezt mondta. Óriási dumákat tolnak egyébként a sportolóink. És egy nagy taps mindenkinek, hát aki esetleg nem tudja, bár erről szólt, hogy mi is. És Ákos is folyamatosan mondja, hogy újabb olimpiai aranyunk van, ráadásul egy olyan sportágban, amiben 4 évvel ezelőtt már volt, és idézőjelesen csak, ugye hát meg kellett védeni, de hát azért az csak ez kevés embernek sikerül. Így van, Szilágyi Áron ugye megvédte az olimpiai bajnoki címét, és ezáltal megvan az 5. arany, hát ami gyönyörű eredmény. Ez a csak kategória, ez 5 embernek adatott meg az olimpiák történetében. Ebből egyébként most már 3 magyar. Ez nagyon nagy dolog, úgyhogy szépen jól megyünk előre, és jól állunk az éremtáblázaton. Jönnek még a pólósaink, reméljük, azért előbb-utóbb fölébrednek még jobban kicsit, evezőseink, kajakkerünk, szóval van még, lehet ez akár egy 7-8-9 érem is, már arany, nem jó lesz akár. Ez, de jó lenne. Jó lesz ez. Hát mindenki másnak is egyébként a térségben nagyon-nagyon megy a szeker át, gondoljunk itt csak Ausztriára, például fej mellett haladnak a Cook-szigetekkel, vagy Antigua Barbudával esetleg. Van érmük semmi? Semmi, de még érmük sincs, effektíve, tök jó. Tehát most ebben a pillanatban szerintem Bissau Guinea nagyon büszke lehet magára, mert pont annyi érme van, mint Ausztria. Jó, most húzogatod megint a bajszokat, húzogatod, ja, majd fél óra van, hogy bedugult a határ. Már most írták, bedugult a határ, hallják ezt, és aztán elindulnak az osztrák kollégák. M3-as Budapest felé vezető oldalán a baleset a 46-os kilométer után van. A rendőrség a helyszínen áll, a leálló sávban egy sérült hátú busz, egy törött elejű személyautó, és még egy-két személyautó áll, a forgalom két sávon halad csak torlódva. Most értem, Budapestre kb. 33 perccel lett több a menetidőm a szokásostól. M1-es Budapest fele, ezt nem tudom értelmezni. Igen, a 140-esnél, de megjött, több SMS-be jött, van egy rendőrünk, aki fotóz, és zavartalan, nincs torlódás a határnál Hegyeshalom felé. Na, most döntsétek el, aki ott áll.
Hogy most akkor van, vagy nincs? Sopronnál van, Hegyeshalomnál igen, Sopronnál már szórakoznak velünk, de Hegyeshalomnál még jó. És most szólnak át a soproninak, a hegyeshalmiaknak, hogy a vadon megint beszól, gyerekek. Hagyjuk vissza. Igen. csak óvatosabban, aztán értenek bennünket. Ha. Tudjátok, hogy miért van két úszósapka hosszú Katinkán? Ez egy vicc. Nem. Szerintem itt a vége. Elég. Jó, kis remélem, hogy komoly, mert visznek túl durva lenne. Komoly. Én mindig azon gondolkodtam, mindig levesz egyet, és még marad rajta egy. És tegnap megtudtam a megoldást, mert elolvastam. Na, várj, kitalálni. Na, tessék, tehát úgy van. Én is láttam. Várj, mondom, úszósapka, egy szemüveg, úszósapka. Így öltözik. Levesz. Aha. Levesz. Láttam a mozdulatot, igen. Tehát amikor azt látod, hogy a haját látod, akkor fölbukkal egy másik sapka. Na? Aha. Azon is HUN felirat van, mert ugyanaz, hogyha nem HUN, hanem USA, akkor gondolom azért van, mert hogy folyamatosan adja rajta a Gyárfás Tamás alól vissza, miért, hogy igen. Menjek-e vissza. Tűsúbb kiabány. Nem, mind a sapkát, hogy kicsit oda is húzol. Nem, mind a kettő tök ugyanúgy néz ki, minden rajta van, tehát a zászló, a HUN felirat, nem lehet, hogy ha az egyik leesik, vagy leúszza, nem? Nem. Akkor kibolik a haja is. Vagy a haja miatt, hogy jobban befogja a haját. Nem. Akkor a büdös életben nem fogunk rájönni. Na miért van rajta? Többen is csinálják egyébként. Olcsóbb, mint a hajcsat. Ez az, megvagy. De a fiúknál is van ilyen, aki kettőt használ, akinek rövid a haja. Azt mondják, hogy azért van, mert az úszó szemüveg el tud csúszni, és tele megy vízzel. Rögzíted a másik sapkával, amit ráhúzol, azzal lerögzíted a pántját, és nem fog el. Büdös életben nem értem volna. És várjál, van még egy, ugyanis az van, hogy az alsó sapka az latex, mert az nem mozdul el a hajon. De a fölső az már szilikon, mert hogy a latex meggyűrődik, és úgy már nem tudsz olyan gyorsan úszni, mert a gyűrődések miatt egy ezredben rosszabban úszol. És ezt valaki kitalálta, érted? Hogy a latex nagyon nagy. És van egy harmadik is, ami Kevlarból van, azért, hogy nehogy esetleg a favelákból eleresztett lövések. Igen, átüsség. Ez a titka a dolognak, sokan használják. Most már latex az első, az fogja jó a hajat, ráveszi a szemüveget, ráhúzza a szilikon, mert az megfogja a szemüveget, és egyenesen, vagy hát simán tartja a másik sapkát. De ezen valaki, tehát ezen azért sokat kell gondolkozni, hogy ezt kitaláld. És mi a kopaszúszokkal, ők nem félnek? Vagy? Hát ő, mert hogy meggyűrödik a homlokuk? A Csalaszira volt jellemző, igen. Úgy gyorsan rúzzák, csak ráncolják a homlokukat. Nem volt rajta úszó sapka, mert letolatta mindig. Igen. A futam előtt a rőzsét, és utána pedig szerintem rajta nem volt. Akkor mi volt? Bepopszegecselt? Lehet, hogy el van ragasztva. Igen, az úszó szemcsi. Ez a hivatalos verzió, aztán ki tudja, hogy mi van mögötte, de azt mondták, de ez elfogadható, egyébként ez jónak tűnik. Ja. Jó. Milyen tudomány már ez az egész, nem? Meg a ruha, hogy tényleg ezredeket javítasz ezzel, és azt mondják, hogy kimutatható, hogy a két sapkás, vagy egy sapkás úszó között van egy ilyen leheletnyi különbség. Mert ugye az, ha egy sapkát hordasz, az meg tud gyűrődni, és az már elég ahhoz, hogy egy ezredbe kevesebbet úszhat. Eszembe nem jutna. Hát ugye ez eszembe szerzett is, hát ezért van az, hogy nem látsz egyetlen ilyen cserentános mellszőrzetű úszót sem az olimpiai. Jár, mert az is rengeteg, tehát azok századokat, talán tizedeket is jelentene. Én azt hittem, csak kiázik. Nekem akkor az hosszú idő lenne azért, mi lesz. És hancurpázsitot minden úszás előtt azért ezt így leszednék egy ilyen forró gyantával, üvöltenék ott a sajtószoba mellett az öltöző. Mit történik? Semmi, palic szörtelenítek engem. Három napja csak a bal combjárnál tartanak. Húzzatok be, ugye kezdődik az elődöntő. Igen, elfogyott a forró gyanta. Szele Attilával volt egyszer, ugye, hogy egy picit késve érkezett, és ott dobálta le magáról a ruhát. Mert rossz időpontot kapott, és az egyik alkalommal rohant befelé, és cipőt, nadrágot, stb. Szinte olyan volt már az egész, hogy már előtték a rajtot, többiek után ugrott be. Kis túlzásra. Igen. Még emlékszem, dobálta le a magáról a ruhát. Kicsit későn ébredt. Na, szeretnék nektek valamit mutatni, mert bajban vagyok, és ti mindig tudtok nekem segíteni. Alibi kell Vikinek? Nálunk voltál. Valamit mondjatok, mert van egy óra, amivel nem tudok elszámolni, és egyre nagyobb a baj. Nálam volt. Várj, csak ne egyszerre mondjuk, mert az is ciki. Találjatok már nekem egy lyukasorát. Nem, van egy kisebbik gyermekem, ugye? Ezt azért még tudjátok. Igen, így meg. Ezek szerint van egy nagyobbik. Van egy nagyobbik is. Igen, vagyok maradban. Iskolában készül, van egy másfél évesen olyan. És nagyon szereti ezeket a gyerekdalokat. Ezeket biztos ismeritek, egy modern feldolgozás kis animációban ugrál egy baba, és akkor szőlőt dobtam. Apartalat. Vadnak születtem, az utca neve. Nem teljesen. Inkább az apartalat meg a... Ismerem. Igen. Tehát, hogy nagyon jó, nagyon finom. Ezt nagyon sokszor megnézi a gyerek, és nagyon szereti egyébként. És amikor lejátszottam neki,
akkor megjöttek különböző ilyen dalocskák ott a magyar igen. dalok mellett. Tehát mindig földob egy csomó lehetőséget, hogy ugye mit tudsz még lejátszani. És találtam egy dalt, amit szeretnénk nektek megmutatni, hogy kell-e valamitől félnem, vagy hallottok-e bele bármi olyat, amit esetleg én belehallom. Picit furcsa volt, így van. Picit furcsa volt, ártalmatlanak tűnik, de hogy ezt csak én hallom, vagy esetleg ti is halljátok. Leadható ez egy gyereknek, aha. vagy nem? Lejátszom, vagy ne játszom, ez a kérdés, ezt szeretném nektek megmutatni. Titkos összeesküvés elmélet, vagy elrejtettek a sorok között valamit? Mindjárt meghalod, és akkor megmutatom, hogy pontosan mire gondolok. Nem magyar. Tehát annyit mondok, hogy nem magyar. Ha minden igaz, akkor török. Aha. De mégis egy kicsit áthallásos, és nem tudom, hogy ha ezt a gyerek elkezdi énekelgetni, akkor csak én felnőtt fejjel vagyok az, aki rosszra gondol, vagy ne kezdje el ezt a gyerek énekelgetni, mert egyébként bölcsibe szoktatjuk. Mondjuk az igaz, hogy egy csomó jövőinszavunk van, ami ugye török eredetű. Igen, és emiatt ezt kétszer leadtam, a gyerek már elkezdte dünnyögni, és nem biztos, piaszter, hogy... Piactér, baklava. Bakter, baklava. Na jó, török méz. Megmutatom nektek ezt a dalt, jó? Hogy ti, akik már nem vagytok felvértezve ezzel a fajta érzékenységgel, hogy ez csak egy valótlan szülői félelem, vagy tényleg nem szabad ezt a gyereknek többet adni. Hallgassátok meg, hogy ti hallottok-e valamit. Jó, figyeljetek, mutatom. Ez eddig aranyos. Szufika. Ez nem lehet leadni ilyenkor. Ugye, hogy nincs benne semmi? Hallasz benne valami, Jenny? Ez nekem tetszik, ez aranyos. Még egyszer az elejét. Később jön az a rész, ami problémás. Igen, szerintem most jön. Mert eddig ugye nem volt benne semmi. Cuki, tényleg. Kicsük kurba, kicsük kurba, kujrón, derete. Kujrón, derete. Na most akkor mi van? Nekem olyan, hogy ugye, hogy nincs benne tulajdonképpen semmi? Szerintem ezt adhatod. Megy a gyerek majd a bölcsibe, más énekli az elveszettem zsebkendőmet. Én ezt megmutattam neki többször, már kezdi egy... Kezdi megtanulni. Ugye? Szerintem nagyon jó. Hányan néztek meg előtt? 11 millió. Akkor ez eddig szerint dal. Szerintem ez teljesen rendben van. Ugye, nem értem. De mi most az aggályod? Ja, hogy török is, hogy idegen nyelv. Igen, hogy hát ha török, hát ha énekel valamit, vagy hát ha van benne valami olyan, de alapjában teljesen ártalmatlan. Ugye? Nekem hogy nagyon tetszik. Már az a baj, már dallamtapadásom van. Énekeld vele? Kicsik kurba, kicsik kurba, nem tudok jól sörökölni. Na, az szóval, animáció van hozzá? Van benne valami ráutaló, hogy miről szól a dal? Elmondom neked, miről szól a dal. Egy kicsi béka ugrálgat levérről levérre, és egyszer melléugrik, beleesik a vízbe, és közben a nádat fújja a szél, és a béka ugrál balról jobbra, jobbról balra. És amikor ez véget ér, akkor elindul előről. De aranyos. Mire jön a béka? Nagyon aranyos, sztori. Egyik levél, másik levél, a gyerek szájtátva nézi, és kezdi énekelni. Kicsik kurba, te aranyosan. Ugye mi ez? Ezzel szocializálódnak a török gyerekek. Kuvak, vak, valamilyen nem szerették, valami rosszat csinált szerintem ez a béka. Ahogy érzem. Valami. Szerintem valakit felébresztett egész ilyakul, úgy jól az ablak alatt. Valami ilyesmi lehet egyébként a történet lényege. Hát szóval, hogy akkor ez... És a gyerek kezd énekelni. Csont nélkül, nálam átment. Szerintem. És a történetben az a nagyon szép, hogy a gyerek egyébként közben beszoktatáson van a bölcsiben. Uh-huh. És minden további elmi nélkül, amit sokszor leadok neki, azt ő énekli, mert megtanulja. Nagyon mert jó. Mond szavakat, kezdi a dalocskákat énekelni. Is. Igen, ez a minden dobra lecsicsününk csücs, ezt már úgy kezdi mondogatni. Tehát kommunikál. És megvan a kép előttem, hogy belibben a bölcsibe, és ezt elkezdi énekelni. Így, mindenki vigye be a kedvenc gyerekek, aki ahogy értem, ugye mindenki behozta a kedvenc mondókáját. Noel. Igen. Na, csak egy kis segítséget hadd kérjünk, drága hallgatók, hogy ha valaki tud törökül, aha, biztos, hogy van olyan hallgatónk, aki perfekt török. Segítsen már nekünk lefordítani ezt a dalt, hogy mégis mit énekel majd az én másfél éves gyerekem. Amikor azt mondja, hogy amit azt mondanak bent, nem akarom igen. mondani, mert nagyon magyarosan mondanám, és az viszont úgy az, hogy esetleg félrehetett. Jó, egyelőre tizedmű. Nagyon, én még azért nagyon töröm a törököt, és inkább félek, hogy magyar akcentussal mondanám.
És ez viszont nem biztos, hogy jó. Mondja inkább a dal, hogy ezt fordítsa le valaki. Igen. Hogy ez mi? Hogy ez mi a fene? Eleve érzek egyébként magában a kifejezésben, illetve a szó összetételben egyfajta ellentmondást, mert az eleje meg a vége nem nagyon passzol egymáshoz. Nem jön ki. Nem lehet egyszerre, mint a kettő az ember. Nem jön ki. Hogy segítsen már valaki, egy hallgatónk, aki tud törökül, hogy mit énekeltetek addig, én a gyerekkel? Addig a hegyezett szeruzát az NMH. Hát ez egy török dal. Elmondom, hogy ez egy török gyerek dal. Ebben nem tud senki belegetni. Erre ne hegyezzél. Nem is, hát ebben csak. Senki az ég ügyett a világon nem tud. Szerintem csak az én, hát hogy is mondjam, felnőttes, már kicsit kiégett, rosszra gondoló, fantáziám és fülem mondatja velem ez azt, hogy ez valami rossz lehet. Ugyanakkor, nem? Ha eszetekbe jut, egy pár hónappal ezelőtt csináltunk egy adást, ahol ugye a zsebemben sok kücsű alma van, ez volt, vagy sok valami... Sok kücsű van. Kücsű. Ugye? Ott is, hogy ugyanazt jelenti ez is, na? Akkor ez is jelentheti ugyanazt. Engem. Na, mindjárt jelentkeznek a hallgatók, akik tudnak törökül. Itt a kücsüköt mond, vagy kücsük? Kücsük. Mondtad. Úgy írják, hogy kücsük. Aha. Kücsük. És azt írja, hogy kurbaga. Kurbaga, és a G fölött kurbaga. Hát ezt írja kurbaga. Van egy ilyen kis, mint ezt lóágban a megcsenjel, egy ilyen kis V betűhöz hasonló kis vonal, ami lehet, hogy lágyítja, vagy máshogy ejted a G-t nyilván. Érdemes szerintem tényleg a kiejtés is érdemes elsajátni, de nem lehet csak ugyanis Lendrianon megtanulni egy nyelvet, én érzem. Na, itt van egy hallgatónk a vonalban, aki remélhetőleg tud törökül. Halló, jó reggelt! Anita, hello! Sziasztok, jó reggelt! Anita, szia, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Na, azt hiszem, Ferinek jár a piros pont. Na már ne menjünk ennyire bele, ne rohanj, várjál! Egy kicsit ágyazzunk ennek a beszélgetésnek meg. Te török tanár vagy, te török nyelvet tanítasz? Már beszéltünk. Talán a Szulejmán kapcsán? Figyelek titeket. A sok kicsi alma a zsebünkben. A sok kicsi alma? Azt te voltál. Így van. Igen. Hello Anita, de jó, hogy hallgatsz minket. Titeket. Amikor választani kellett nyelvet, tehát hogy angol, német, francia, spanyol, akkor hogy jutott eszedbe a török? Hű, ez nagyon meredek. Igazából... A három testét kíroszoshoz akarom szállni, vagy mi fog lehet? Nem, ez hosszú, de szerintem nekem ez a sorsom. Oda kellett mennem, és annyi minden értelmetlen dolog volt, és én ezt választottam. És hát azóta bejött az élet. Tehát így körülbelül röviden. Na, és hallgatod a kis dalocskát? Igen, és nagyon cuki. És tényleg kücsük. És tényleg kicsi. Igaz, hogy cuki? Ugye, hogy egy tök cuki gyerek dalról van szó? Igen, és ezt lehet énekelni a bölcsibe is, mert az nem az, tehát ahogy jó, tehát hát mi vagyunk romlottak. A pontos kiejtést meg kéne tanulni, tehát nem röhög, az nem az, amire gondoltok, igen. Az kurba, béka. Hát léci, kurbá. Nem mondhatod ezt. Kurbá, az törökül béka. Hát a kurbá. Uh-huh. Egyébként a béka, a magyar béka, az a török bá, tehát hogy egyébként is, tehát hogy nem csak... Azt átvettük tőlük? Vagy mi? Igen, azért mondjuk minden egyes szavunkat azért nem tudnék dokumentálni fejből, hogy mikor, mit, honnan, de aha. És akkor a dalocska egy kicsik kurbáról szól? Tehát egy kicsi béka. Egy kicsi békáról, mint kicsik kurbá, igen. Az a kicsi béka. De aranyos. Na most én hazamegyek, és Vajda Juditnak, akit én békának hívok, azt úgy fogom, de ezután szerintem, hogy kicsik kurbá. Kicsik kurbá. Kicsik kurbá, és én azt mondom neki, hogy ez a törökült, azt mondta, hogy kicsi béka. Hogy te édesed. Azt hiszem, amikor Noel bemegy majd az óvodába, és elkezdi ezt egyébként vidáman. Én nekem 26-szor meghallgattam vele tegnap, és nagyon tetszett, hogy szereti. És ez majd így bemegy az óvodába, és még kicsit sejpél, kicsit, hát a kicsik kurbá, kicsik kurbá. Hogy nem vagyok benne biztos, hogy az óvonénik azonnal kapcsolni fog. Hogy van az anyós törökül, mert hogyha beszélgetnek Feriék törökül, otthon is kedves ma Máténak, mégsem mondja azt neki, hogy kurbánya. Kicsi anyós, kicsi anyós. Törökben elő nem fordulhat, tehát törökben az anyós az abszolút az anyuka. Tehát anyuka. Anne. Mindenki, akinek török férje van, anyósát, anyukának szólítja, és tényleg nagyon cukik a török anyósok is.
Aha. Tehát aha. A kurva Anne, akkor mondhatni, hogy a béka mama. Kurva Anne. Mit mondtál, Feri? Mit mondtál? Hogy nem semmit, törökül beszéltem. Megvan a mentség. Nem mondtam semmit. Kurva Anne. Nem mondtam semmit, törökül beszéltem. Hát, olyan aranyosan félművelt a mama. Nem ismeri igazából a török nyelvet. Jó, tehát akkor egy ártalmatlan gyerekdal. Egyébként ugráló béka alapján gondoltam. Nem tudom, miből választottátok, vagy szóval mi alapján ezt választottad, vagy a gyermek mi alapján, de hogy olyan tartalmi konnotációja van a magyar gyermekdalokhoz, hogy dobtok egy hátas, persze ti nem értitek. Hát kicsi béka. Hol a füled, és utána érdeklődik, hogy kicsi béka, hol a farkad. Ez nem ismerős nektek így a magyar gyermekdal kincsből, egy kicsit. Hát a gólya vérzik, mert a török gyerek nem az. Nem, akkor, nem a horror részté. Akkor nincs farkad, meg füled, se füle, se farka, boci, tarka, se füle, se farka. És ott is törökök vannak a háttérben. Ez, valami török szabadkümös összeesküvés. Igen. Apám, ez mindenhol ott van. Mi a problémájuk, meg ilyet csináljuk a tehenekkel, a békákkal és az eunuchokkal is? És mi még a másodlagos átvitjelentés, tehát mit hallasz még? Hát ennyi, mert egyébként meg, tehát az a kuak, az a brekeke lenne. Uh-huh. Azért ebben olyan nagyon sok minden nincsen. Na jó, tök érdekes, hogy törökül egy picit másképp brekegnek a békák, mint magyarul. Igen, tehát nagyon brek, török kuak. Más, hát ott kicsit már lejjebb van, arrébb van. Hát egyébként ez nyelvtan folyamokon minden nyelven, ugye a vége felé, amikor már nagyon nincs semmit megtanítani, akkor azt szokták tanítani, hogy a nyilvaha, meg a kukuriku, meg ilyenek. Ez annyira alapvető lenne, mert gyerekkorban ez az első, amit megtanulunk, és aztán megtanulom folyamán, hát hol kell nekem a nyilvaha? Igazad, abszolút igazad van. Miért a török lovak hogy nyerítenek? De ezt most meg nem mondom neked. Aha, fogtunk. Most már a békákat tudjuk. Nem gyakran beszélgetek török lovakkal. Jó, csak van a brekeke kvak, akkor gondoltam, hogy a nyihaha. Nem. Annak is megvan. Ez az átolás. Most képzeld el, ahogy mondjuk egy ilyen török nyaraláson sétálgatsz az alkalmi barátnőddel egy tónak a partján, és azt hallod, hogy kuva, és akkor majd beszólsz vissza a tóba, hogy nem, csak még nem tud választani. Igen. Na jól van, hát akkor megnyugodtam. Akkor már csak a bölcsibe kell ezt kivagyarázni igazából. Egyébként simán figyelj, tanítass vele még egy pár ilyen dalt, úgyis megtanulja, hogyha hallgatod, vagy hallgatjátok. Aztán majd megtanítom törökül, jó? Jó, abszolút. Már az első héten be fogják hinni, abszolút benne vagyok. Igen. Szülőket. És Pisti, ki amit tanultál? Ágik, amit énekel, és Noel, mit énekeltél? Csak kurbát szeretnél előadni. Mit mondtál? Mit szeretnél előadni? Kicsi békáról szeretnék énekelni igazából, jó? Megtanítom. Nem esett messze az almafáj. Igen, na majd újra megkapjuk, igen. Oké, hát drága vagy, hogy segítettél, Anita. Mindig jókor csörödsz be. Köszönjük szépen. Puszi neked. Köszönjük, ciao, hello. Hát akkor együtt, jó? Jó. Nézzük meg, magyar dalocska, törökös. Köcsök kurva. Kicsi béka, hát ez egy. Kurva. Még nem pontos a sejtelőnek. Kurva. Kurva. Mi nem vagyunk pontosak. Így van. És most mindenki egyszer az egész ország! Köcsök kurva! Ja nem, egy alarébb. Jó? 3, 2, 1, köcsök kurva, köcsök kurva, 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 derretek! Köszönöm teretek, köszönöm teretek, hallod? Köszönöm teretek! És népszerű, egyre 11 millió ember nem tévedhet. Talán csak választásokon. Egyre több mindent kezdek ebbe belehallani, már ott vagy. Köszönöm teretek, bárkivel bajom lesz, ezt fogom leadni. Köszönöm teretek, hallgass meg, hogy ott van. Köszönöm teretek. És? Köcsök kurva, köszönöm teretek. Jó, ezt jingle-be el kell tenni magunknak. És mi a véleményed erről? Kúvak. Van olyan ismerős, akinek ez nagyon passzol a személyes csengő hangki. Igen. 7:30 pontosan. Írjatok nekünk, drága hallgatók, hasonlókat, jó? Amikor valamit félre hallottatok, vagy rosszul értelmeztetek, dalszövegből, márkanévből, mást használtatok, mást hallottatok, vagy amikor tudtok arról, hogy spanyolul egy szó azt jelenti, amit egyébként magyarul máshogy jelent. Nagyon sok ilyen van. Írjátok meg nekünk. Hát ott van a legendes Alpina márka. Egy
gyerekként. Mindig a számra kellett csapni, én... amikor kimondtam. Hát, kisfiam, vett fel a csizmádat az Alpinát, csapja szádra. Igen, Alpina. A nagy Alpina a kivehető betéttel. Így ugye? Van. A betéttél a radiátor alá, és minden nap reggel. Felfűtötted, hogy reggel meleg Alpinába. Angolul már akkor ki tudnám ejteni. Hogy meleg Alpinába, hogy mereg Alpinába tedd bele a lábad, ugye? Hát ott állt a radiátor alatt a kivehető betét. Hát akinek volt Alpinája, tudja, hogy... De most már legyünk ingyencek, legyünk is fel is. Igen, úgyhogy gyönyörű. Na, írjatok nekünk hasonlókat. Jó, 7:30, pontosan 1 perccel jövünk mindjárt a hírek után. FM-en. 3:48 lesz pontosan 4 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és hát új kedvenc dala van mondhatni Magyarországnak. Egy új mese, egy török dalocska, hát amire megfejtettük, hogy teljesen ártalmatlan, teljesen bájos, aranyos, és semmiféle bántó dolog nincsen benne. Csak rossz az, aki rosszra gondol. Alapom, az ember, ha már hall bizonyos török szavakat, azt gondolja, hogy vele van a baj. De hál' Isten jött egy hallgató, aki elmondta nekünk, hogy nincs semmi rossz abban, hogy a gyerek török népdalokat hallgat. Anita volt, ugye? A török tanár, aki betelefonált. Tágítod a világnézetét. Nincs ez más nemzetek, van. Más kultúrák, hát ezt tudni kell. Egy újabb összekötő kapocs köztünk. A nemzetünk barátságát erősítik az ilyen kis dalocskák. Énekeljük együtt őket. Igen. Jó, még a játék előtt énekeltünk egyet nagyot közösen. Ha szeretnétek. Én benne vagyok. Nagyon jó adal, mindjárt megmutatjuk. Sokáig nem tudtam, Polyák Lidla melyik bankkal van szerződésben, az Ír dalá, refréni dalával. Aztán megtudtam, hogy az Él tovább, az Itt és Most című számban, csak itt rosszul. Rosszul énekel. Az, hogy olyanokat írtok, amit nem lehet beolvasni. Szóval, hogy mit hallasz, milyen dalban... és hogy valójában mit jelent, rengeteg olyan SMS jön, amit effektíven nem lehet beolvasni. Azt mondja, hogy az Osamben egy vevő pesztót keresett, az eladó mondta neki, hogy kinizsult 2-4, írja be a GPS-be. Megvan, hogy mi ez. Vevő visszakérdezett, eladó megint mondta a címét, és írja be a GPS-be. Vevő elment. Kérdezem, minek mondtad ezt? Ez a Tesco címe, nem? Igen, csak ő pesztót keresett, nem Tesco. Tom küldte nekünk, köszönjük. Régen, amikor kinyílt a világ, és új kigyósra is bekötötték a kábel tévét, és végre mi is láttuk a német csatornákat, ott volt egy üdítő ital arra, ti emlékeztek? A Punika. A Punika. Nem mondod komolyan. Ez volt a erre neve, és volt egy dal hozzá, Punika, Punika, és mindenki, hogy ez milyen bátor te. A Punika néve. Ez a név. Apám. Aztán nyilván valami most egész már. Hogy volt értelme a rendszerváltás. Így van, meg a kábelnek új kígyos, Punika, igen. Punika. És még mindig van. Létezik egy Cookiden márkájú műfogsorragasztó is. Tényleg. Tehát ezt mutattam a múltkor. Igen. Tényleg erről küldtél fotót? Ezzel küldtem róla a fotót, tehát ez egyik ilyen Cookiden. Nagyon jó kis üzlethálózatban lehet kapni. Így van, Cookident. Engem. Mire gondoltak, mikor megosztál? Nagyon jó, nagyon jó. Széles spektrumra. Igen. Édes Istenem, halálra rögöm magam. Ébredéskor most első mozdulatomot bekapcsoltam a kalacszapemet, pár percen a sírok a nevetéstől. Írja nekünk egy hallgató. Wolf Kati számában szintén ezt hallom, itt nincs se út, se végcél. A párom így énekli, kiderült, hogy itt nincs se út, se végcél. Csak... Igen. A buszon énekeltem ezt a dalt, amit ugye ti is láttatok, a csaj azt hitte, hogy neki szól. Hát, vigyázni kell a török népdalokkal. Hát. Nagyon-nagyon kell vigyázni a török népdalokkal. Óvatosan. Tehát, hogy tartsátok meg megfelelő távolságot. Egy ütéstávon belül legyetek. Igen. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket. Többen kérdezitek, hogy hol lehet megnézni, meghallgatni. Bátran egyébként a gyereknek. Nyugodtan. Igen, itt közben valaki még egy ilyen adat átküldött, hogy itt is van 2 perc valamennyinél egy hang, amit ő úgy mond. Majd mindjárt meghallgatjuk, csak az a baj, ha tényleg úgy mondja, akkor az viszont akkor nagy. De azt hiszem, nem azt mondja, mert magyarul hallod rondának, tehát értem, hogy nem ezt mondja. Na, egy utolsó nagy közös éneklés. Hogy a fenébe, de várjál, megkeresem a szövegét. Azt keres mondja, rá. Ott ül melletted Béka. Igen, én is fogom a kis kezét, rá belenézek, tudjuk, hogy mélyen a szemébe. És azt mondod neki, hogy kicsi béka. Kicsi béka, ugye? És ezt mondod neki. Na figyeljetek, akkor egy utolsót, jó? Kicsi béka török. Tessék! Köcsök kurva, köcsök kurva. Igen, retek.
zenem, de nem. Kuva, 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 kujrugumjuk, üzerem deredek. Üzerem deredek. Kuva, 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 anyák. Kuva, kuva, kuva. Teljesen legálisan be tudjuk játszani mindig, ha üzennénk valakinek egy valamit. Igen. Bármi, valaki olyat mond, nyilatkozik, tesz, amit mi azt gondoljuk, hogy talán nincs igaza, üzenünk neki egy örök gyerekdallal. Nagyon jó. Oké, meg is vagyunk. Elmentjük ide magunknak, és üzenünk. Jó, igen, nagyon szépen köszönjük a kritikát, akkor viszontzásképpen. Egy török gyerekdallal. Egy török gyerekdallal szeretnék válaszolni, igen. Na jó, játszunk, itt van már is a játékosunk, a kérdés, már ezt kell állítanom. A kérdés az, hogy mit mond Dóra. Hogy a rúdmot néz? Visszafelé beszélünk. Művész hevélet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. De vásítje lang, mi? Aki válaszol. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, Peti vagyok. Peti. Jó reggel. Honnan jöttem minket, Peti? Most jelenleg Bécsben félreálltam itt a második kerületbe, amúgy Tétről vagyok. Tét, hát a polgár Peti. Tét, ismered? Igen, igen, igen. Úgy, kicsit elment a hangod, és micsit után álltáltál? Ismerem, persze, persze ismerem, nem is akik messze tőlünk. Könnyen átjutottál a határon? Igen is, meg nem is. Most volt a útlevél ellenőrzés, ilyen nem szokott lenni, de most egy olyan 150-200 méteres sor volt, azt mondom, hogy egy olyan 10 perc alatt átértem. Uh-huh. De csapat migránsot most hoztak ott a földekről a rendőrök, aztán nem hiszem, hogy befolyásolja mondjuk az autós forgalmat. Aha, jó, mert csak hogyha nehezen jutott el, esetleg akkor most már van egy nagyon jó effektünk, akkor tudnánk küldeni a sógoroknak. Igen, egy török gyerekdal. Egy török gyerekdal. Tudunk neki küldeni. Igen, még tudtam hallgatni, aztán sajnos megszűnt a vételítés környékén, úgyhogy már nem hallottam. És mit csinálsz arra felé? Virágboltot vezetünk a feleségemmel. A harmadik kerületbe. Egy bécsi virágbolt? Egy bécsi virágbolt magyar állakkal gyönyörű választékkal, így van. Te jó. Ez jól megy? Így van. Figyelj, az a helyzet, hogy még újak vagyunk, január eleje óta csináljuk, aztán megyeget, most van sajnos ez a nyári pangás, ugye mindenki szabadságon van most, azért érezhető, de amúgy nagyon jó lesz. Az a jó, hogy a környéken konkurencia nincsen, hatalmas a virágbolt, 135 négyzetméter, úgyhogy szerintem van jövőnk, nagyon jó lesz. És ott is laktok, vagy mindig kijártok? Is. Általában heti 2-3 alkalommal kint szoktunk aludni, hogy ne kelljen minden nap mászkálni. Most a héten minden nap hazamegyünk. Sógornak szerencsére lett egy pici babája, úgyhogy most hazamegyünk minden nap látogatni őket Győrbe. De jó. Igen. Német neve van, vagy magyar? Ilyen tradicionális Marika virág, vagy ilyesmi? Nem. Vitte tovább a családnevét, Szabó Vendel. Úgyhogy ő a negyedik most az élő sorában, hogy már a nyolcadik vagy a kilencedik, úgyhogy mármint nagyon szép hagyományt születnek. A virágboltra gondoltunk. A virágboltra gondolta, Jani. Ha Vendel virág volt, de jó egészséget a kicsinek is. Nem, a virágbolt az elvi extra blumen. Ez ilyen osztrákos neve van. Extra blumen, szóval. Mindenképp internacionálisnak kellett lennie, hogy a külföldiek is meg tudják jegyezni. És mit szeretnek most, sógik, mit visznek, mi az, ami most nagyon megy nálatok, hogy mi a sláger? Minden? Hát az a baj, hogy annyira még nem dübölgünk, hogy ezt nem tudom megmondani, mi a sláger. Minden szezonnak megvan a maga kelléke végül is, nagyon sok bedicítésünk van, akár karácsonyi adventi tálak, akkor húsvétra csináltunk ilyen kis nyuszis tálakat. Szóval tavasztal a kinti virágok, ugye azokat szeretik nagyon. Megmondom őszintén, sok közön még nincs virágokhoz, mert én szakács vagyok itt kint. Élesváltás. Igen. Nagyon jó. Igen. De valószínűleg úgyis a koszorúkat fogják jobban vinni, mert temetik a riói álmokat. Na most a virágboltot is bezáradtad, jó van. Igen. Na jó, oké, figyelj, kettőből választhatsz bármelyiket, és ugye ma vagyunk utoljára, holnaptól nem vagyunk egy hétig,
Úgyhogy kettő maradt. Van egy híres emberünk, van egy szólásmondásunk, ez a kettő maradt. Szólásmondással megpróbálkozok. Ugye? Úgy érzed, hogy az talán jobban menne? Az a baj, nagyon izgulok, úgyhogy nem tudom, fogalmam sincs. Hát legyen az, amit szeretnél. Szokott menni. Szóval megpróbálom szólásmondást. Jó, oké, figyelj, indítjuk, akkor mutatjuk neked. Fél perced lesz, mint egyébként mindenkinek. Jó, indul az óra, okay. Figyelj, elindult. Éziv, kiláv, men, rév, a. Atyaisten! Jöjjön még egyszer? A mindenit. Figyelj. Megköszönném. Éziv, kiláv, men, rév, a. A vér nem válik vízé. Ez az, hát ez szép percet, így van. Nagyon jó. Így van. Ha men, rév és azt visszafordítod, akkor már az eleje mindig az elejére kell koncentrálni, vagy hát a végére. Ott kaptam el a fonalat. Igen. A vér nem válik vízé, ez volt. Ez volt a megfejtés. Telefonon tényleg kicsit más, mint rádióban, de szerencsére sikerült. Jól van, ügyes vagy, hát sok szerencsét akkor nektek, hozzá vagyunk már szokva, hozzá edződtünk ahhoz, hogy minden héten több hallgatónk is külföldről jelentkezik már sajnos. Igen. Péter, hát rukkolunk, hajrá, reméljük jobban megtaláljátok a szerencséteket, mint itthon sajnos. Bízunk benne, így van. Nektek meg akkor jó pihenést kívánok, aztán akkor találkozunk két hét múlva. Köszönjük, Péter, ciao. Egy felhallgató. Hello, igen. Hello. Egy felhallgató, aki nem azt mondja, hogy legyen rossz időtök is. Így van. Címjátok tét. Ha már elmentek szabjára. Nem akartuk dolgozni, biztos, hogy gyertek. Igen. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, nézzük, mi a helyzet az utakon. Mit írtak hallgatóink, van-e baleset, vagy bármilyen dugó. Az M3-ason már jól lehet haladni, a 42-es kilométernél nincsen baleset, viszont... Trafi van az M1-esen, a Lébényi felüljáron, méghozzá Győr felé haladókat mérik, ezt Medve 28 üzente. Heves és Ten között is van egy trafink, az Eger felé tartókat mérik, Anita üzente, valamint az M7-es Budapest felé vezető oldalán, szintén drága fotók készülnek a 97-es kavicsnál. Cegléd nyugati vonalon 40 perces késése lehet számolni, ha valaki tudja, hogy mi az oka, ott áll, vár, nem jött a vonat, vagy rajta ül, és a vonat áll, vagy esetleg más állomásra ér be, mint amire számított volna, írja meg nekünk, ilyet is hallottunk, nem is olyan rég, hogy elterelték a vonatot. Baleset az M3-ason Pest felé 46-os kőnél, ez viszont már egy kicsit régebbi, megoldódott. Úgyhogy lehet haladni. Na, nem tudom, olvastátok-e azt a hírt, hogy számos versenyző, Michael Phelps testén is számos nagy piros folt látható, és sokan kérdezték, hogy miért vannak ezek a piros foltok rajta. Kiszívták. Uh-huh. Kiszívták a nyakát, valamilyen... a szerelme, csak lecsúszott a szája. Aha, és jó nagy szája van. Ez ami legális dopping. Igen, legális dopping, vagy valamivel masszírozzák, vagy valamilyen tavasz, valamilyen tapasz, amit esetleg úszás előtt leszedek róla, és kiderült, hogy nem, hanem ő bevallotta, hogy neki köpölyözik a testét. A mindenségét. Így van. De az mit csinál? Köpölyözés. Ez egy ilyen régi népgyógyászati technika, amikor vákumot csinálnak a testeden, és megpróbálják egy kicsit az izmot megnyújtani. Aha. Leszedni ugye a csontokat, a rostokat, és akkor azt ott húzogatják pohárral a testeden. Nagyjából. Mit húzogat? Hát most én nagyon laikusan mondtam el. Aha. Rátesznek egy poharat, vákumot csinálnak, és hogy ugye szívja fölfele a vákumot, a bűrödet. Ja, lelazulsz. Lelazulsz, és az izmodat is nyújtja. Letépi a csontra. Jaj, Istenem. Én jobban hiszek a piocás emberbe. Igen. Friss vér áramlik a testedbe, azon területekre, amit megköpölyöztek, és állítólag ez baromi jó. Aha. A szívóhatástól egy kicsit kipirosodsz, tehát ezt ugye mindannyian ismerjük. Hát persze. Bizony. Milyen az, amikor a szívóhatást... Bármelyik testrészen meg lehet csinálni? És bármekkora méretű pohárral, mert egy stampled is esetleg én... Attól függ, mennyire vagy elengedve. Úgyhogy ezt fogjuk kipróbálni egymáson majd a hírek után, hogy mégis milyen az, amikor az embert köpölyözik, és hát hívtunk ehhez egy kis segítséget. Világra szóló ötlet, de tényleg. Michael Phelps ezzel úszik, nézzük meg magunkat. Együtt egymáson, és utána hancúrozunk, mert egy francia ágyal is, mint a hobbitok. Igen, vagy ez az érvágás. Igen, beleszaladunk a naplementébe. Úgyhogy ezzel folytatjuk nem sokára. Jó, hát persze, pontosan 8 óra jövünk Ákos ide. És most, hölgyeket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Kitartás azoknak, akik esetleg erre a hétre vették ki a szabadságot. Tényleg, tudom, hogy ez nem jó időzítés szegényeknek. És hát nem volt új időt, közben leakítjuk a tévét, mert folyamatosan mennek az olimpiai hírek közben. Szóval van esély még arra, hogy valami maradjon a szabitokból, jön vissza a jó idő. És ezt most tényleg mindenféle irónia nélkül mondom, hogy együttérzünk, hát nem, ez a mai nap, tegnapi nap, hát tekint volt, tehát szigeten ázott-fázott mindenki. Nagyon kemény volt. Ma már kikisüt a napocska, holnap pedig már 23 fok lesz, és szombat-vasárnapra tér vissza az igazán. Nem is azt mondom, hogy kánikulai időjárás, de meleg lesz, vagy hát legalábbis melegebb, mint ami ma volt és tegnap. Úgyhogy jön vissza a jó idő, napról napra egyre jobb. Na 30-at mondanak vasárnapra. Vasárnapra már egészen jót mondanak. És a legjobb, hogy tényleg nem mondanak esőt. Pici felhő, itt ott, ott lehet a szakértők szerint, de eső nem. És ez jó hír. Na, egy óriási taps Szilágyi Áronnak. Ha valaki most ébredt, és az első mozdulata az volt, hogy bekapcsolja a rádiót, akkor megvan az 5. olimpiai aranyunk. 3-1-1, ugye? Mi csak így számoljuk. Tulajdonképpen 3-1-1. És hát Szilágyi Áron megvédte a 4 évvel ezelőtti olimpiai bajnoki aranyát, ami nagyon kevés embernek sikerült mindez idáig. Úgyhogy megvan az ott 5. arany, ami egy fantasztikus eredmény. Óriási. És hát ez senki nem óriási gondolta volna. Ki az a magyar ember, aki most nem úgy indítja el egyébként a napját? Én nekem mindig ez az első, most legalábbis, hogy bekapcsolom a telefont, rögtön mobil internetbe ízít, és várom a híreket. Hogy mikről maradtam egy időzőben, mert kénytelen vagyok aludni. Hajnal egykor feküdtem le, mert amit lehet, mindent megnézek, mindent csekkolok, minden érdekel, minden izgalmas, a magyarulnak az első hírek, meg aztán pláne, de hát egy csomó dolgot nem tudsz megnézni. És sajnos lemaradsz ilyen csodálatos pillanatokról, mint mondjuk az áramnak a döntője. Viszont nagyon sokszor adják, tök jó az emlékem, folyamatosan ismételnek, és ha lemaradtál 5 percenként mutatják most, ahogy olimpiai bajnok lett, aztán jönnek az úszók, tehát hogy folyamatosan meg lehet nézni tényleg mindent. Nincs az az érzés, hát, hogy keresned kell, hogy megnézd. Bár interneten is fönt van, azonnal meg tudod persze, de hogy az M4-en is nyomják egyébként végig, tök jó. Nagyon sajnálom a határon túli magyarokat, mert hogy ők ugye a geokódolás miatt azért nem láthatják ezeket az eseményeket, és innen annak kell csak összecsipegetniük az információkat. Úgyhogy jobb lett volna, hogy ez másképp alakul a szempontunkból. Nekik ott a net. Ennyi. Hát azon keresztül tudod megnézni. Hát nyilván nem olyan, mint élőben, de ez van. Igen. Na, gyorsan nézzük, mi helyzet az utakon. M3-as közlekedés, aranylábú gyerekek, minden oké, sehol senki ne, a 45-ös Kavicsnál. Zsolt küldte nekünk. A ceglédi vasútvonalon a kora hajnali gázolás miatt vannak késések, ja Istenem, a forgalom a délelőtti órákra áll csak helyre, tehát akkor ott lehetett egy komoly baleset. Árpád híd közepén Koccanás Buda felé Missy küldte nekünk, valamint igen, hajnali 2-kor történt ez a baleset Abony és Cegléd között, és Pest felé jobban mennek már a vonatok, Cegléd felé viszont kimaradás van, és nagyon sok a kés, és ha valaki ott áldogál, akkor számítson erre, hogy ezért nem jön érte a vonat. Csomagolt kilós kenyerek úsznak a Dunán. Jaj! Ezeket úgy szeretem. Valaki be akar tetetni a horgászatot. Ez csak az én fejemben történik meg, vagy ezt most beolvastam, és ez valóban megtörtént, hogy csomagolt kilós kenyerek úsznak a Dunán. Hatalmas mútás mondjuk. Meg akasztani, csak elfejtette ki a csomagolja a bojlit. Kicsit túlságosak. Kajások, flamósak voltak a halak, és nem bírta az etetést, igen. M7-es Budapest felé 97-es Kavicsnál drága fotók készülnek, óvatosan menje mindenki, valamint Sopron Kőidán áll a határnál több mint fél óra a várakozás. Ezt Kis Hofi küldte nekünk. Civatnak bennünket még mindig. Úgyhogy és egyre inkább. Egyre inkább? Hát mindig elmondod, hogy állnak az éremtáblázatban. Hát nagyon tényleg hasítanak, mondom, most együtt mozognak nagyon a kuksziketekkel. Hát ott is 0-0-0-0, nagyon stabilan tartják ezt a helyet a sógorok. Hát reméljük, hogy ez így is marad a jövőben is. És persze nem akár örvend is beszél belőle. Igen. Igen. Bari, a vasasban maradsz birkozni, most te is aranyérmes lennél. Eddig Rióban csak a vasas sportolói szereztek aranyérmet Magyarországnak. De az jutott eszem, amikor itt volt egyébként 4 évvel ezelőtt a Szilágyi Áron, és
semmiféle panaszkodás nem volt abban, ahogy ő mesélt arról. Csak mutatott fotókat, meg elmondta, hogy eközben milyen körülmények között edzettek. Akkor, hogy ez azóta javult-e, nyilván nem tudom, de hogy azért milyen szörnyű. Emlékeztek arra? Mikor itt megmutatta a telefonját, és elmondta, hogy... Hát azóta egy tisztasági festésre biztos volt pénz. Elmesélte, hogy akkor tudnak zuhanyozni, ha visznek zuhanyrózsát, és belecsavarják a falba, mert nincs zuhanyrózsájuk. Igen, mert ha ott hagyják, akkor legközelebb már nem lesz, mert addigra ellopja valaki. Lezuhanyzol, letekered, hazamész, visszamész, föltekered, zuhanyzol, elmész. Tehát, hogy közben milyen állapotok vannak. És szállítják nekünk az aranyakat, és mindenki melléjük áll, és ünnepeljük őket. Tehát azért azok a szürke hétköznapok, amikor viszed a zuhanyrózsát, hogy le tudjál zuhanyozni. Félelmetes. Anyukát, hogy áronk a kardot betetted be, meg a zuhanyról, az is bent van. Tehát, hogy indulsz. Kard, törölköző, zuhanyrózsás, megvan, mama, akkor indulás. Szóval, hogy írdatlan állapot. Ezek a patinás szakosztályok, akik rengeteg olimpiai bajnokot, világbajnokot, Európa bajnokot adtak különböző sportágokban Magyarországnak, a világnak, és visszamész mondjuk úgy, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt ott sportoltál, és nem azért tudsz nosztalgiázni, mert hogy elmész egy tabló előtt, vagy elmész egy vitrén előtt, amit tele van érmekkel, hanem mert minden egy az egybe ugyanúgy néz ki, mint akkor. Így semmi nem más. És azért ez félelmetes. Semmi nem változott. És ezt összehasonlítod mondjuk, akivel a döntőt vívta az amerikai sportolónak, gondolom a körülményeivel, képzeld el, hogy ott mi nem lehet. Nem lehet, de ugyanez igaz a kajakkerülőre, amíg régen, még az NTV-nél forgattam velük, és hát ott elmondták, hogy az edzőtáborban, amikor nincsen ágy, hogy össze kell tolni a pingpongasztalt, hogy nincs meleg víz. Ez a Pulainak a könyvében van. Ez a Pulai könyvében van, mert konkrétan, hogy a két pingpongasztalt kellett összetolni, mert egy elég nagy darab srác. Mert nem volt akkora ágy, amiről ne lobott volna le a fél teste. A ping-pong asztalon aludt, igen, hogy nincs, hogy hideg vízben kell zuhanyozni, edzés után nincs meleg víz. Tehát, igen. Hogy, és közben meg milyen érmeket szállítanak, és milyen eredményeket hoznak, nem? Lehet ezt mondani, hogy persze innen szét nyeri meg ilyesmit, de hát azért most már gyakorlatilag minden sportág ott tart, hogy érted, egy amerikai sportoló évente megy be rossz ajtón, mert mindig átalakítják valahogy azt az edzőtermet, vagy azt az edzőkomplexumot, ahol dolgozik, és fogalma nincs arról, hogy valójában, ahol minden évben felújítják, minden évben beletolnak dollár, százezreket, milliókat, hát nálunk meg ez van. Lehet, hogy ez van benne az eredményben, a spártai módszer, érted? Igen. Hogy már ott kemény. Ez az igazi olimpia. Még utána nem, is. Tehát, hogyha a kajakkerusok le tudnának fürdeni meleg vízben, nem érnek el ilyen eredményeket. Tehát azt tartja őket edzésben, hogy bizonyos, nem tudom, szövetségeknél, vagy hát ugye bizonyos egyesületeknél nincs meleg víz mindig, és ezért hideg vízben kell lezuhanyozni, miután edzett. Még keményedsz ott is. Az lehet. Egyébként ez is hozzájárul. Na, ha már olimpia, ugye olvasunk egy érdekes hírt, hogy Michael Phelps, aki egy nagy visszatérő, számos piros folt látható az ő testén, és próbálta a sajtó kitalálni, hogy miért vannak piros foltok a testén, és mindenki azt mondta, hogy hát nyilván lehet, hogy legális dopping, vagy masszírozzák, vagy valamiféle sérülés, hogy ütik-verik az öltözőben, hogy jobban úszon. De nem erről van szó, ő elmondta, hogy... Igen, egy új tornász edzője van. Igen. Hogy kiszívják a levegőt egy üvegcsészéből, ezt ráteszik a testére, és a vákum miatt, amit ugye ez a kis üvegcsésze okoz, vagyis a köpőzés miatt felgyorsulnak a keringési folyamatok, friss vér, több oxigén áramlik a területére, bizonyos területre a testének, és ezért ő minden medencébe ugrás előtt köpölyözésnek veti a nagyon magát. Kemény. És látszik is rajta, tehát hogyha látszol róla a felvételeket, hogy ott a kis úszó dresszében áll a rajtkőben, akkor látod ezeket a hatalmas foltokat. Én először azt hittem, hogy elkapod olyan nagyon csúnya ekcémát ott a Riói medencében. Fertőzés mi? De nem. Hát az se lenne meglepő, egyébként valami földön túli jelölés lenne, mert a csávó egy UFO. Abba is biztos vagyok, nem? Tehát ő egyedül az éremtáblázaton, a 26. helyen áll egyedül. Ha mindenkor éremtáblázaton a csávó ott lenne egyedül, annyi arany. 21 arany. Hát ez valami elképesztő, igen. Na, és hát arra gondoltunk, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen ez a népi gyógyászatban, ugye, mert hogy talán kevesebben ismerik, bár sokan használják, de hát nem annyira bevett formája ez már a gyógyításnak, talán pedig nagyon hasznos, nagyon jó. Igen. És köpölyözzük meg valakit hármunk közül. Így van. A piacezés mellett ez a legszórakoztatóbb népi gyógymód. Igen. Ismerik, ugye ez így a magterházban. Milyen jó az. Milyen jó az egyébként, igen. Na, ki legyen, akit megköpölyözünk? Szerintem a zsűr. Tessék? Melyik nevet mondod? Mondjuk ki háromra a nevet?
Igen. Jani Bali! Úgy érzem, ez kettő egy arányban már el is tört. Hogy lehet? Nem lehet, hogy amíg kint voltam, ti beszéltetek? Nem, megalakítottuk most itt a nagy koalíciót. Gyorsan összeálltunk. Ez figyelj, ez kétharmad, csak mondom. Ez egy erős kétharmad. Pillanatok alatt létrehoztuk a kétharmadot. De ez mi ez a köpölyözés? Hogy ez fáj? Mert nekem nincsen tűrőképességem. Azt tudom, hogy a fájdalom küszöböd viszonylag alacsony. Így, én sikítok, mint a vett malac. Sikítok, mint a vett malac. Jó, te dajtuma. De figyelj, ez egy, nyilván nálam sokkal jobban mondjál mindjárt valaki, de hogy ez egy ilyen ősi gyógymód. Nem is akármivel részesülsz. Ez egy ősi gyógymód, a népgyógyászatban ugye ajánlják, és hát alkalmazták ezt már nagyon régen. Így van, és nincsenek aláírásos fejezés, hogy bárki is belehalt volna, mert ezeket a fejezéseket elégették. Igen. Szóval, hogy kiszívjuk a testedből a méreganyagot. Amit nem tudod kidobni a tested, azt most a te szervezetedből, ha a test nem képes elvégezni ezt a folyamatot, hát akkor meg kell nyitni ezeket a testfelületeket a beteg részen, oda teszünk egy kis porrat, okozunk némi vákumot, megköpölyözünk. És akkor, ha méreganyag jön ki, akkor a tegnapi fogyasztásomat tekintve biztos, hogy összejön egy 2 deci rozé, ami jön még a többit elnyelte a szervezetem, és füst fog benne gomolyogni. Hát igen, kicsit fura lesz, hogy most ez a méreganyag kiszívás nem a színpad mögött történik, ahogy ezt rendszeresen szoktuk fellépés után. Igen, az is arra jó. És ez bárhol tudod, bármilyen testfelületen? Bármilyen genyeskedésedet meg tudjuk. A káros nedveket is ki tudjuk üríteni. Mindent tudunk ezzel igazából. Mert nem kell se hashajtó, se beöntés, semmilyen drasztikus jó, hát nagyon örülök, hogy megint én végre. Na, itt van Érmeléki Attila velünk. Hello Attila, jó reggel, ciao. Jó reggelt, szép jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, már a hangja is nagyon félelmetes. Most egy jégdupla visszatartó. Megcsinállak kicsit a szíveimat. Viszont a köpőzésről csak annyit tudok mondani, hogy én csontkovács vagyok első körben, és amellett szállítottam egy programot, aminek a vákumköpőzés a fő lényege. Nem voltál a főszerkesztője? Én mindent saját magam próbálok ki először. Na most ez annyira vicces, hogy akár meg is fogom mutatni, és holnap tapasztalni fogod, hogy reggel biztos van a Ferikém olyan problémát, hogy alig nézsz megmozni. Az megy. Na, majd most lesz. Ma most lesz probléma. Biztos. Tehát ha nem bírok megmozdulni reggel, akkor kiköpölyözöl, és másnap megbírok mozdulni. Hát most akkor nézd magad elkamat, jó? Mit nézek rá? Várj, megnézzük, hogy mit kell nézni. Jézus, nem! Aha, mondjuk, hogy mit látom. Ez egy hatalmas könyves dekoltás. Egyrészt a könyves dekoltás, másrészt a kolléga úr derekán végig egy 8 centis vörös foltok vannak. Igen, ezek ilyen nagy vörös kör alakú. Itt most az történik igazából, hogy felhúzzuk a gyulladt pontokat, és azonnal kilazítjuk az izmot. Ez körülbelül az azt jelenti, hogy a 40 másodpercig húz egy percig. Hihetetlen, hogy ez mindig te nyalod be fel. Nem nyalom be, basszus, ti osztjátok rá állandóan éve komolyan. Csináljuk, mondja. Nagyon komolyan mondom neked, hogy az én hátamon se viccből, illetve a derekamon se viccből van, meg ennek a világbajnoknak se viccből van, mert belazít. Úgy belazít, hogy holnap tudod, van az, hogy az emberi ülőmunkát végeztek, az egy csendes gyilkos, ezt mindenki tudja, mert záradnak az erek. Viszont, hogyha én négy köpőt ráteszek a derekadra, én fogadom, hogy mervedés nélkül fogsz fölkelni. De nekem nincs reggel. Én is oda megyek, majd most lesz. Holnap az egész 13. körlet fogja haladni, hogy be akarod fűzni a cipődet, majd be nem tudsz lehajolni. Tudod, Feri, tök jó műsorban. Soma gyere ide a pához, nincs otthon a gyerek. Tényleg nincs otthon a gyerek, ki fogja bekötni a cipőt. Béka készít érve. És azt mondod, hogy ezt saját magadnak csinálod, vagy ki ezt telefonos segítséget, vagy ennyire? Tehát, hogy... Ezt a feleségem nagy élvezettel csinálja. Aha. Mutatom, hova tegye. Aha. És akkor kiszívja. Nem szívja ki. Hát de vákumpisztoly. Vákumozik. Vákumpisztoly? Igen. Már ilyen is van? Igen. Hogy nem hagyományos köpő? Csak a te tiszteleted. Én a vákumpisztoly mellett szózok. Elég félelmetes hangja van. Áramban most lövöldöztetek rám airsofttal, vagy mi az Isten volt. Az nem ám. Igen, de az egyéb célú fájdalom okozás volt. Ez nem az. Igen. Tényleg tök igazságtal, hogy mindig a Feri csinálja. De hát ezt szavaztuk meg, ezt szavaztuk meg. Annyira küzdöttem ezért. Én mindenképpen támogatom. De nekem nem fáj a derekam. Majd most fog. És a nyakad fáj, vagy mivel van probléma? Semmi, nézd meg úgy, mert mozgok mindenki. Na majd akkor előtte csinálunk egy lácsontkovácsolást, és kis táponzlatlak, jó? Lácsontkovácsolás.
karácsonykovácsolás. Azt a Balin! Ugye, az honnan tudja az ember egyébként tényleg, hogy jó szakemberhez megy, mert azért ezeket a tanfolyamokat sokszor mindenféle előképzés nélkül ilyen 3-4-5 hónap alatt akár el lehet végezni, kirakod a faladra, hogy te kiropraktőr vagy, meg mit tudom én, ez meg az, elmész valakit rosszul nyúl hozzád, vagy elmész egy illetáshoz. Meg tudsz nyomorítani egy embert, tehát. Meg tudsz nyomorítani egy embert, nagyon nem mindegy, hogy az ember tényleg kihez megy, mert sokat. Tapasztalatból mondod? Janikám, az előbb megmutattam, hogy egy ponton, hogy lehet kezet zárni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha én megfogom a válladat, akkor az meg van fogva. A kérdésem csak annyi volt, hogy el is tekinteni kell. Hogy van-e polgári peres eljárás, bármilyen paciensedelem? Nyilván nem erre gondolom. Hanem, hogy honnan tudja tényleg az ártatlan laikus, vagy nyilván ajánlás, és szájról szájra terjed, de hogy nagyon nem mindegy, hogy az ember kihez. Az igazság, hogy én sokáig katona voltam, tehát nem Magyarországon. Ez egy dolog, én szereztem tapasztalatokat. Katonaságnak. Nyugtass meg, hogy azért ezt nem, ott nem részben tanultad csak ott, tehát ennek van egy hivatalos verzió. Nem, hát régen én mentőztem, házi mentőztem, tehát én mindig szerettem az egészségügyet, volt is hozzá közöm, csak aztán véletlenül kikötöttem az idegen légióba. Az jó, az jó. Milyen remek ötlet volt téged írni? És akkor Igornak visszatetted a vállát, és akkor gondoltad, hogy ez egész jól megy, hát akkor tanuljuk meg. Nem, hát volt kint egy orosz, és akkor engem elkezdett az érdekelni, hogy ez visszapattintja a vállát, ha fáj a feje, megnyom egy pontot a kézen. Na jó, de hát ők elég sok huncutságot csinálnak ugye hétköznapokban, és nem kell elukszakembernek lenni. Volt egy román, meg egy délszláv, és ugye egy 6-7 év alatt az elég sok tapasztalat volt, azt én voltam, aki a legtöbbször összerakta általában a többieket. Aztán elvégeztem itthon egy tanfolyamot, amiről ti is féltek, és teljesen joggal, mert nem akarok semmilyen kollégát bántani. Először is kijelentem, hogy elhatárolom az orvosokhoz, ugyanis én nem rendelkezem doktori diplomával, se apostrofossal, se áldoktorival, tehát én csak egy egyszerű csoport. Jó válaszos volt, Feri. Bocs, Feri. Már nem tudtok perelni. Már mentegetőzik. Lehet, hogy nagyon komoly dolog, tehát a Balázs kérdésére a válasz. Igen. Vannak olyan orvosok, akik apostrofó, tudjátok mi az, nyilván én egy kis vonal, na most ez úgy működik, hogy 300 000 forint. Jó, kerül. És bántsuk őket, hagyjuk is. Na, igen, persze. Nézzük, igen, mivel csaphatjuk meg Ferit. Vákumpisztolyt ide, köpölyözést ide. Jó. Meg a klasszikus ízét, ezt a végét, égetitek a végét, nem? És nem, nem, direkt nem tüzeset hoztam, neked akupresszúrást hoztam, ami ilyen kis tüske van, úgyhogy megszólni is fog. Hát van neked szíved, komolyan mondom, hát hogy lehet, hogy ez előre megbizet. Ilyen akupresszúrát. Hát most fogsz hasrafeküdni, és... És nem fogom látni. Aha, mert akkor elképesztő. Bele fogjuk fényképezni, tehát készültem neked csúszóköpölés, hogy azért te kilazítom a hátad meg a vállat, hogy valami jó érzésed is legyen. Utána egy percig fogsz húzást érezni, és utána a gyönyörűséget, amikor leszedem rólad, és ez egy hétig folyamatosan gyógyítani fog. Az nagyon jó. De nem vagyok beteg. Viszont azt nem mondta Attila, hogy az alatt az egy percet csak egy picit fogsz becsúrantani, annyira fog fájni. Meg meséltél nekem kint a halapenyos magmasszázsról. Azt minden nap csinálom. Én a nachos szívesen bevállalom vele, a halapenyó menjen a felé. Magmasszázs. Jó magmasszázs. Mindig benne vagyok. Ferenc, megtennéd, hogy felfekszel erre a lányra, amit itt bekészítettünk. Értem én, hogy próbálsz menekülni, de hát mégiscsak azért itt van egy idegen. Nem őszinte a mosolyosztalikét, nem őszinte. Bekészítettünk csak mondjuk a hallgatóknak egy olyan orvosi ágyat, csinálunk majd fotót, videót, mindent az Instagramról is, ami egy ilyen klasszikus masszőri ágy, vagyis van egy lyuk a közepén, ahova te a fejedet behajtod, igen. Ugye, mint amikor megadásra felkínálod a testedet. Gatya marad. Mit mondod, rémült, mint a vett malac? Leveszed a pólódat, és egy nagy darab férfi átölel hátulról, és magához vonz. Ez nem köpölyözés, ez valami egész. Ami engem zavarna. Tök jó színed van, Feri. Jó barna vagy. Sokat, sokat van a gyerekkel strandon. Na, Ferenc felfeküdt az asztalra, csak mondjuk, hogy mi történik. Nyögött, csak mondom, tehát beteg. Én az extra köpölyözést választanám. Így van. Nem veszem le a nadrágomat, nem, nem jó? Kell, nem lesz. Kell, nem kell levenni. Csak... Nem érted, amit mondok, lesz. Nem érted, amit mondok? Nem érted, mondok. Csak beszeretném takarni az ember derekát. Jó, nyugodtan, Attila, nyugodtan. Jó, nyugodtan. Abszolút. Legyen olajosan a drágot. Jó. Nagyon rendes vagy. Feri felfeküdt, és Attila pedig nagyon akkurátusan betakarta az ő... Senkinek a testével nem viccelek. Nem, hát nem, nem is szabad. Nem is szabad. Mi sem viccelünk sokszor Feri testével. Mondjad, hogy mit csinálsz? Mondok, csak közben, hogy csinálj nyugodtan, Attila, neked nem is kell közvetíteni, hogy egyelőre egy olajos csúszkamasszásos hasonlít itt a dolog, mert Feri kapott másfél liter kamillát. Nem lehetett volna egy nőt hívni. Hát egy nagy darab férfi simogatja a hátam. Ne, én ne azt gondolom, hogy... Mondjuk jó kezed van.
jó férfi masszőr szerintem nincs azzal, nincs azzal baj. Ah, és igen, előkerült az extra méret járuszgó. Szóval élve ez arbuzára. Ez egy nagy kék gumi, amit én valami egész mással. Én már láttam, de az haladó videó volt. Attila, bocsánat, csak hagyd, ne tedd még föl egy, hagyd tudósítsak a hallgatóknak, hogy mi történik. Attila egy ilyen gomba formájú valami. Mi ez a gyengébik a vákum csúszka. Ez a vákum csúszka masszázsos köpő. Ez csúszka masszázsos vákum köpő. Jó, hát én mindent mondom. Jó, ács is jó. Igen. Szóval ez egy kék színű kis köpőjező eszköz, ami most felkerül Ferire. És akkor ezzel nem is kell... Nem kerül fel a Ferire. Nem kerül fel a kilazítom a Ferit. Kilazítod a Ferit. Hadd szóljon. Ez abszolút nem fájdalmas. Ne hadd szóljon hozzál onnan abból a székből. Hát figyelj, ne szórakozz már! Ember normális vagy! Csak mondom, hogy mi történik közben. Attila rárakta a Feri hátára ezt a kis kék pumpához hasonlító szerkezetet, és körkörös mozdulatokkal elkezdte Ferenc hátát dörzsölni. De egyébként ez jónak tűnik. Ez egyelőre még teljesen rendben van. Igen, mondani, kurva béka! Ah, majdnem ott lett, hogy csikis vagyok, Attila! Csikis! Magyarházban azt mondták, ne bisítsunk enni, inkább élvezzük. És hogy hátba vágta a nyanyát? És akkor ez még nem a köpölyözés, ez még csak a lazítás. Nem, hát ez engem csak már köpölyöz. Mit szóltak a francia ideg elég jobban, amikor felvetetted az orosz társadnak, hogy szívesen megcsinálod ezt a fajta masszást? Nem nézett rád furán az elején? Inkább kapsz egy hosszú étvégét. Tehát én ott köszönhetek. Jó, akkor erről nem akarok többet tudni. Azt érzed, hogy a gumi közepe fölrántja a bőrödet. Igen, hát ez ilyen kis lazítás. Aha. Jó, azért, hogy a vérkeringést kicsit elazítjuk a hátat, tehát nem lehet nézni. Nem, milyen állapotban látod az ő hátát egyébként? Aha. Jó állapot. Fel, nem, már csikis vagyok, Attila, kérlek. Okay, Attila most elkezdte egy kicsit ujjakkal masszírozni a Ferit, majd elővesz egy ilyen, Attila segíts, hogy micsoda, egy ilyen pisztolyhoz hasonló, na, gondolom ez szívja ki a levegőt, ez a vákumpisztoly, igen. Ráhelyezzük a... Közel a mikrofonhoz, igen. Ráhelyezzük a harangra, mivel van egy... kis tüske. És azt szívja ki a levegőt. Tulajdonképpen ez okozza a vákumot. Ez a akupresszúrás. Tehát gyakorlatilag a Ferinek, hogyha fájna mondjuk a dereka, akkor az holnapra teljesen megszűnt. Tehát ez egy hétig folyamatosan gyógyít. Egy hétig. Nagyon jó. Látod, Ferenc, mit hoztunk? Egy hétig. Ez nekem nagyon tetszik. Na. Semmiféle tű. Vigyázz be, csikis. Ferikén, nézd ide. Ez egy üveg. Aha, az a szellep. Hihetetlen ez a Feri, hogy működik. Nekem nagyon tetszik egyébként ez a pajkos nevetés, ami mindig így kicsilengél a száján. Nekem az tetszik a legjobban. Átesszük szépen az egyik oldalra. Na. Rászívunk egy, kettő. Aha. Csak mondom, mi történik, te elkezdted megszívni egy ilyen kis átlátszó kúp alakú valamit rátettél ugye a Ferire, és Feri bőre felemelkedett. Nagyon jól néz ki. Az üvegbúrán, vagy a műanyag búrán belül ilyen kicsi kis púpok lettek Feri hátán, kettő darab gömb vagy kúp alakú kis üveg vagy műanyag edényke van. Mit csináltál régen a vasasban, amikor így leszorítottak, így ütni kell a tatamin? Az tök más sport, mert az a judó, hogy meg birkoztam, és a tus van, de nem baj. Nem érdekes. Nem érdekes. Te foglalkozzál azzal Feri, hogy most már felkerül a harmadik harangocska, és már nincs messze a 30, amit tervezik. Ferinek apró kicsi emlők lettek a hátán. Kicsi csecsek nőttek egyébként Feri hátára, mert hogy ugye, ahogy fölszívja a vákum a bőrt, hát így megemelkedik. Busztusos kis meleg. Egyszerűen így is van neked felé. De nem kérek többet, Attila, köszönöm szépen. Hogy érzel? Nem tudom. Egy percig húz, utána teljesen kilazít. Csak egy perc. Egy perc, és ez lelazítja az ember derekát? Teljesen. Igen? Hangsúlyozom annyira, hogy nekem van olyan problémám, hogy ugye én tudok hajolgatni, meg kiforgatom magammal valamennyire, de van, hogy mozdulni se tudok, és én fölteszem a köpőt magamra, és másnap úgy még... Buszon, villamoson, vagy azért inkább otthon? Hát inkább otthon, de a feleségem előszeretettel, tehát az nagyon élvezi. Szereti. Jó, oké. Okay. Lehet valami korábbi komoly sérelem. Igen, így toron nem. Annyira készültem, de hát most... Nem, mindig a nagyot kínozunk. Én jó. Már jól vagyok, köszönöm. Oké, és akkor elmegyünk egy picit, mi addig hírezítet csinál. Nyilván a külön extra prostata masszást, amit megbeszéltünk, akkor a hírek alatt. Nagyon szépen köszönjük. A Lapocka környékén hagyjál licős szabad felületet, mert leszeretnék csúszni Feri hátán. Mondom, hogy ezt holnap meg fogod nekem köszönni, mert teljesen kifoglalkozni. Úgy megköszönöm neked holnap, hogy ezt megeblengedem. Na, Terenc, mit szólsz ez a Michael Phelps-es hírhez? Köszönöm őnek, igazán egy tündér vagy, már megértem a bejönni. Adsz a 21 arany felé. Mondd a jelszót, Feri, mondd a jelszót, már is neked. Mélyebbre, mélyebbre. Hogy ott a gyulladt felület. Igen. Igen.
Tehát magának a púpnak más a színe, azt mondod? Hát látod, hogy nagyságrendes van, majd amikor leveszem, akkor azon áll az úr. Innen folytatjuk, akkor elmegyünk egy picit hírezni, jó? És aztán meghallgatjuk, hogy mit láttál Feri, milyen állapotban van, jó? Hát igen, megint iszok egy kávét, meg felmesélem, hogy ez nem fog elni. Szemét. Megyek, harapok valamit, aztán jövünk vissza a hírek után. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! És ahogy jön a joghurt, meg ez az egész málna, vagy ugye, hogy finom krém közben. Áfonya hercegnő tortája, ennyire szóval, rendben hogy, van. És ahogy megjönnek az ízek. Csodálatos. Meg az sok, azt mondta, hogy miért hozott? Pozsonyi kifliből mákosat, diósat, gesztenyéset, meg ott vannak ezek a teljes kiélősi croissant-ok. De kár, hogy Feri nem tud belőlük. Hihetetlen, mert hogy közben több fronton zajlanak az események, ugye megérkezett az ország tortája cukormentes. Így van a tortováról, Bektól Zsolt hozta el nekünk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, ők nyertek, ugye? Ők az idei győztesek. Tessék, parancsolsz? Szóltál, Feri? Hogy sósat hozott? Félrebeszél, hogy hozott, de már elvitték a többiek. Na. Szóval próbáltam neked félretenni, de úgy látom, nem maradt. Ha ezt tudom képzelni, de te marha vagy igyekezetetek az én irányomban. Szóval, hát Feri pedig még mindig köpölyözünk, és hát tényleg az embernek a szíve szakad meg, hogy olyan ott ülünk kint, és próbáljuk magunkba tömni az ország frissen, hidegen, és jönnek Feri, a kollégák, viszik. Igen, kérsz valamit, Feri, kérsz valamit, és egyre... Én akartam behozni, tehát lebeszéltél. Elindul. Nem lehet a stúdióban, hát nem lehet enni. Még rossz helyre megy. Feri pedig közben köprézésnek vetettük alá, mert hogy Michael Phelps testén számos nagy piros folt látható, és többen próbálták kitalálni, hogy miért. Aztán kiderült, hogy ő megköpölyözteti saját így magát. Így van, nekünk ugye, meggyőződésünk, hogy a 21-szeres olimpiai bajnok és Feri között csak ennyi a különbség a köpölyözés. Igen, hogy lelazult legyen, hogy vérbőséget okozzon az ő vállában, ellazuljanak az izmok, izületek, szövetek, remélem, hogy jól mondom, és hát emiatt ő jobb eredménnyel tudjon úszni. Úgyhogy arra gondoltunk, kipróbáljuk, valamiért úgy döntöttünk, hogy legyen Feri. Igen. Nem tudom, hogy jött. Én akarom. Igen. És Feri most már hát nagyon hősiesen egyébként 10 perccel 4 darab ilyen kis műanyag. Mi ez? Mi ennek akupunktúrás köpöly, tehát a tüske van benne. Köpöly alatt köpöly. Fekszik a Feri, és a derekát egyébként húzza felfelé a vákum. Négy pici kis púp jelent meg egyébként Ferin. Igen. Hogy vagy, Feri? A négy csecsű férfi, aki a derekán hordja a csecseit. Igen. De figyelj, szörnyű látni egyébként, mert én ugye nem látok hátrafelé valami értetetlen okból kifolyólag, de a Laci megmutatta a fotókat. Van rajta négy darab harang, ami tele van saját magaddal. Uh-huh. De egyébként nem szokott ott lenni te, ha érthető így, amit mondok. Picit furán néz ki, igen. Ha hozzak egy kis ropit vagy pogit, szóljál, szívesen hozok be. Nem kell, hagyja, csak nem érdekes. Jó. Fáj, hogy nyelni se a tudok. A púpoknak az alját nem tudjuk elkötni valamivel, hogy a gyerek otthon meg tudja nézni, hogy ne csak videót. Tudjon vele játszani. Tudjon vele játszani, meg tudják mászni. Apa, milyen érdekes ez itt a derekmazon. Játszhatsz vele soma, de ne vidd messzire. Na, leszedhetjük, mit szólsz hozzá? Leszedhetjük, és akkor utána nézzük meg a végeredményt. Nézzük meg a végeredményt, arra tényleg kíváncsi, hogy Feri mit mond ma, és mit mond egyébként holnap, amikor reggel fel kell. Ugye hát a gyerekek nincsenek otthon, tehát nem lesz, aki bekös a cipőjét. Igen. De hogy valóban le tudott-e jobban hajolni, és valóban könnyebb-e most neki, hogy megköpőjöztük. Hát, ilyenkor megtiltottátok, de még két köpőt rátettem volna. Ja, hát nem akartunk, nem? Hát túl szigorú vagy, Attila, hát négynél többet azért ne pakoljunk rá. És akkor mondtad, hogy nagyon fontos az, hogy este mielőtt a Feri lefekszik, mindenképpen hagyjon nyitva egy kisebb ablakot a WC-be vagy a fürdőszobában, hogy hallják majd a szomszédok, amikor kiabál, hogy rúgják be az ajtót, mert nem tud. Hozzák a hidegvágót, szóljanak a tűzoltóknak, ki kell menteni. Na, leszedhetjük? Szedjük. Főnök úr, én azt csinálom, amit te mondasz, szedjük le. Szedjük le, és akkor utána nézzétek meg a végeredményt. Jó, és elmondom, hogy mi történt. Jó, okay. Hozunk valami segédeszközt, kis villasbakni. Jó, majd feszítő vasbalta. Igen, bármi, ha egésztő pisztoly, hidegvágó. Feszítő vasba, egésztő pisztoly. Egyébként megszoktad a húzását. Tehát először, amikor ugye a vákumot csináltuk, és jön föl a bőröd, az rettenetesen rossz, és egy ilyen nagyon csúnya. Lekerült az egyik. Kis ujja volt. Egy ilyen kakaós csiga méretű piros folt jelent meg. Kakaós csiga méretű piros folt, ebből egyébként négy az ő derekán szegénynek. Csinálunk fotót, rakjuk az Instára, aha, nem sokára természetesen, igen, és a Facebookra is. A következő egy lekváros bukta méretű, úgy látom. Egy túrostáska méretű. Igen. És egy badacsony méretű hegy. Igen. Szóval, hogy négy szabályos kör Feri derekán, kicsit följebb a fenekénél. És ott vannak a tüske nyomai is, mert hogy mindegyik húbban volt ugye egy tüske.
Mi látszik Feri hátán? Milyen állapotban? Látunk itt valamit? Szuper, szerintem ahhoz képest egy ülő munkás. Itt a mikrofon, bocsánat, csak ha abba beszélsz, Attila. Hát szuper állapotban van, megmondom, miért ahhoz képest egy ülő munkát csináltok, ami egy csendes gyilkos. Nagyon rendben van a Ferinek a háta, a súlyához, magassághoz képest. Mm-hmm. Csak ezt az izompupost szívesen leszednék. Menjél már! Semmit lerólam, az így van jó, én így vagyok szép. Izomtörülhetlek, Ferike. Aha, jó. És mit szólsz az új tetkójához, a kétszárnyas fagyasztószekrényhez, amit tréfából vartak. Tegnap este a szigeten, mikor már nem tudott magáról. Elveszett egy fogadást. Na, Attila letörli Ferit, és akkor mi beszámolunk arról tényleg, hogy hogy van Feri egy óra múlva, illetve mit érez majd holnap reggel. Van egy kis könnyebbség? Szerintem lesz. Igen? Én nagyon hiszek ebbe a dologba. Azt mondtad még egy szeleten? Persze, szerintem menjünk ki. Van valami jó zenénk? Nincs. Nem mindegy, nem érdekel. Már nem bírok, mert már annyit tettem. Aha, tele van a pocó. Ne egy picit. Én azért viszek még haza valamit, ami marad. Na, Ferit felöltöztetjük, szegény. Hogy vagy? Szupi volt, Szupi köszönöm. Volt? Ezért szeretek ide járni, érted? Ingyen ugye, masszázs, ugye? Ingyen áram. Én még hallottad így kiabálni, nem hallottam. Amikor áram van, megcsapatunk, amikor masszázs van, megmasszírozhatunk. Hát ez így van. Oké, okay. Most még nem tudom, hogy jó-e, mert a fájdalomtól nem érzek semmit, nem igaz, nem fáj. Kellemetlen a fölhúzása, aztán megszokod, és amikor leveszik, akkor az meg megint nem jó. Igen, mert felhúzza a gyulladpontokat. Igen, hát azért ott van egy vákum, ami megránt. Nézd meg, itt vörösebb, mint itt, és ez most kezd szétlazulni, ez holnap a teljes hatás. Igen. És utána egy hétig folyamatosan gyógyít. Angol spárgába fog köszönni nekünk a Feri reggel? Hát ha akarod, hogy roppantsak rajta egyet. Ne roppantsál, maradj így, Feri, mert azért ezt lefotózom, mert ez egyébként tényleg elég durván néz ki. Bárcsak bírnám a vérlátványát. Magas, nem. Meg a picsába. Bocsánat! De volt még kapcsolat. A megszólásunk kívül vagyunk. Már nincs megszólás, vagy nyugodtan. Már én kim vagyunk. Na jól van. Oké. Attila, neked nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hogy segítettél nekünk köpölyözni. Sok gyógyult paciens kívánunk neked, jó? Köszönjük szépen Érmelléki Attilának, aki egyébként aki mindig jól csinálta. Így van, tökéletes. Nem tökéletes, így van. A légiót is azért kellett ott hagynia, mert állandóan átszaladt az ellenség és alakulatokhoz, és mindenkit helyre tett. Túl nagy volt benne az emberség. Na, mi pedig mutatjuk, hogy mi a beugró árvasugrása, figyelj mindenki. Ha szeretnétek játszani, kettő darab dalcím, vagy kettő darab előadó, ezt kell kitalálni. Jó, mutatjuk már is. Ó, hát ez... Ja, egyszer. Ez nagyon könnyű, mutatjuk még egyszer. Oké, na írjátok meg nekünk, mit hallottunk. Jó, hogy vagy? Tényleg komolyan érzel valamit? Most kíváncsiságból jobb hát, egy kicsit? Most nyilván föllelkesült a bőröm, hogy megszabadult végre a vákumtól. Tehát azt érzed, hogy most ilyen könnyedség van, hogy jobb lesz-e a hátam, nem tudom. Most próbálok itt forogni, ugyanúgy megy, mint de nem vagy elég fájós. Nem, alapvetően. Eddig semmi bajom nem volt, majd ha most lesz, akkor tudom, hogy mitől. De nem, eddig én nem éreztem a derekamat. Azt mondta a főnök, hogy figyelj, szárnyalni fogsz két hétig. Úgy kelsz föl, mint senki más, olyan könnyű lesz. Én eddig is, tehát hogy nem volt semmiféle probléma. Ha lesz most, akkor már tudjuk miért. Az elején rossz a fölhúzás, látni szerintem szörnyű, hogy így a bőröd benne van hát ebben a izében, ebben a műanyag tégelyben. Nem szép látvány. Nem szép látvány, és amikor leveszik, az ott egy kicsit így meghúzza a bőrt. Ahogy levette, utána meg most semmi. Ilyen könnyebbség van, vagy könnyedség. Ráadásul reflexben mondom, hogy beszámolunk holnap, de majd akkor kiírjuk a Morning Show oldalára, a Facebook oldalra, hogy vagy, mert hogy holnap tudom, hogy a Szabin vagyunk, és én még ezt nem tudatosítottam annyira magamban, és ötször elmondtam, hogy holnap reggel beszámolunk, nagyon de nem jó. Tudunk beszámolni. Köszönöm a hallgatónak. A saját Facebook oldalon is, illetve az OMS-én is. Mentővel szállították kórházba hajlamra Rákóczi Ferencet. Beállt a dereka, emelő darúval vették ki a negyedikről. És egy ilyen kép, hogy emelnek ki, tudod, és egy ilyen vízágyon emelnek ki. És az ágy körül, tudod, ilyen boldog tűzoltósok, akik együtt fotózkodnak vele. Végre sikerült. Egybe. A testről történetben először egybe emelték le a tetőt. A falbontás nélkül távozott otthonából. Na jó, van, írjátok meg, hogy mit hallottunk, jó? Kettő darab dalcím, kettő darab előadó, mi pedig jövünk vissza a hírek után, hívjuk Dzsuzsák Balázst, ha minden igaz, mert hogy hát ő leigazolt az Egyesült Arab Emírségekbeli csapathoz, az Al-Wathához, remélem, hogy jól mondom. És felhívjuk, hogy miért döntött így, volt-e más ajánlat, ugye most nagyon sokan azt mondják, hogy na akkor Balázs karrierjének tulajdonképpen ezzel vége, mert hogy a pénzt választotta, hát szeretnénk ezeket tőle megkérdezni.
hogy oszlassa el azon felvetéseket, pletykákat, hogy ő a pénzt választotta. Lehet, hogy nem is volt más ajánlat, és nem volt mit választani, minden megkérdezik. De megtudjuk, hogy miért ott kötött ki az a kebabnál, és miért nem mondjuk a Hertánál. Ja, vagy Vadha, ez a csapat, Vadha. Majd megjegyezzük. Ahol egyébként brutálisan nagy pénzért írt alá. Viszont kérdés, hogy a karrierével mi lesz, mert 2-3 év után ezek után nem biztos, hogy innen van visszatérés. Meg, hát ezt ő elmondta, ugye, hogy ő már viszonylag idős a profi, a nagy sporthoz, de azért még várt egy ajánlatot. Ezek nem is jöttek? Hát ezt is meg tudjuk szerintem Balázsra, meg ugye ezért ebből a szempontból mindig ez egy furcsa dolog, mert hogy az Európa bajnokságon pedig csodálatos teljesítmény nyújtott, szóval szerintem őt még mindent lehet vele kapcsolatban, csak temetni nem. Hogyne, hát ráadásul azt gondoltuk, meg azt hittük, hogy ezek után tényleg valódi ajánlatok érkeznek, és valamelyik klubban sikerül is megállapodni. Én szerintem a Balázs karrierével kapcsolatban mindenki még azt kívánja, vagy kívánta, hogy legyen még egy nagy, nem? Uh-huh. Egyértelmű. Egy nagy csapat, egy 2-3 nagy szezon, és valahol a német bajnokságban, az olasz bajnokságban valahol helyezkedjen ő még el, mert hogy ennyi van benne. De aztán úgy tűnik, hogy akkor mégse. Egyébként ő panaszkodott is utána, hogy nem csak ő saját maga számára, hanem a többi EB-n szereplő magyar válogatott focistának se jöttek úgy az ajánlatok. Nyilván van kivétel, igen, tudjuk, van. De hogy mindenki azt várta, hogy akkor sokkal több pénzt ígérnek, értünk, mindenkit elkapkodnak valamilyen európai nagy csapatba, és ez mondjuk így nem lett igaz. Tehát egy-két kivétel van valóban. De ezt elmondta ő is, hogy ő egy picit többet várt. Nagyon szurkoltunk neki, hát reméljük, hogy én az alapcsapatnál is legalább annyira meghatározó játékos tud lenni, mint mondjuk az Európa-bajnokságon volt ugye a Nemzeti 14-ben, illetve még annak idején a PSV-ben, mert szerintem az volt az igazi csúcs, mondja az ő pályafutása. Igen, hát utána ugye sok helyre ment, de nem volt ekkora. Na, szóval hogy mindent megkérdezünk. Gyorsan egy pici közlekedés, jött egy-két új hír, Balaton-Almádiban a 71-es úton van egy trafink, mindenki belefut, Fóka küldte nekünk. M7-es 102-es kilométerénél szintén trafik, Balaton Összöd felé nehéz észrevenni, Ogre üzeni. Aztán az M0-áson a Fóti kihajtó előtt az M5-ös felé egy őz sétál a kerítésen belül. Ezt Háspi küldte nekünk erre, és vigyázzatok. Trafi figyel a 47-esen Békés Csaba felé a 104-es kilométerkőnél, valamint a 22. kerületben a Háros utcában most állították fel a három lábút az építőanyag telepnél. Marti mi küldte, és a Ceglédi vasútvonalon még mindig nagy késések vannak. Hajnalban történt egyébként egy baleset, többen kérdezitek, hogy miért nem jön a vonat, és állítólag azt ígéri a MÁV, hogy a forgalom az a délelőtti órákban már helyreáll. Úgyhogy erre lehet számítani. Jobb egy kicsit? Forróság öntötte el a derekamat, de még nem tudom, hogy ez a bepisilés, vagy pedig tényleg lazulok. Ez az, mint amikor a vietnámi balzsamak kened be magad, és rá van írva, hogy vérbós éget okoz. Nagy bebós éget az egyéb is. Vérbós éget okoz a vietnámi balzsam. Nem bekenyerenek ennyi. 6 perc van pontosan, 9 óra, Gyugyit hívjuk, Ákos, híre jut. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel, drága hallgatók. Itt vagyunk, jön vissza jó idő, ez talán a nap egyik legjobb hírem, amellett nyilván, hogy újabb olimpiai aranyunk van. Szilágyi áron, igen, megvédte 4 évvel ezelőtti olimpiai bajnoki címét, és hát ezzel már ugye ötödikek vagyunk. Már öt aranyunk van, így van. De az éremtáblázaton is van, ötödik, hatodik, hetedik helyen, tehát nagyon jó állunk. Hatodik, hetedik helyi környékén vagyunk most. Öt arany, és hát ne felejtsünk meg az ezüstökről, ne feledkezzünk meg a bronzokról, szegényeket, mindig az aranyat említi mindig. Nyilván az a legfényesebb, az a legszebb, de hát egy azért ezüst, vannak, egy bronz. Így van, van egy ezüstérmesünk, van egy bronzérmesünk, úgyhogy szépen jönnek az érmek. Na, ami az időjárás illeti, ezt kezdtem el, jön vissza a jó idő, hétvégére már 30 fokot mondanak, szombaton még nem, de vasárnap már újra. Az az idő lesz, amihez egyébként hozzá vagyunk szó, hogy augusztus elején lenni kell. Nem? 28-ak. Amikor itt a sziget. Minden nagyon meleg van és jó idő van. Ma reggel 11 fokba tudtunk csak elindulni. Azért ez picit... Farmer kabátba hosszú nadrágba. Igen, ráadásul te felvetted a kis égeralsodat, a tartalékes hát, szíved. Hát, mennyi vicces, felvetted a neoprén bugyimat. Neoprén bugyikádat, és elindultál a 50-es villamos megállójával.
Azt mondja, hogy az M1-es beállva Zsámbék után Budapest felé István köszi, hogy elküldted. Az 51-es számú úton Kalocsa belterületén Baja irányában mérik a haladókat. A rendéber őrei a benzinút előtt DiMaggio küldte nekünk. Nagyon, nagyon szép kis SMS. Még mindig késnek a vonatok, úgyhogy a szolnoki vonalon figyeljen mindenki, írja egy hallgató, vagy hát várjon türelmesen. M6-os Budapest felé 121-122-es kilométer között trafi, a felüljáron ott is menjetek óvatosan, és budapesti alsó rakparton minden. Oké, okay, Kata küldte. Valamint baleset van állítólag az M1-es 20-as kilométerénél Budapest felé, alakul a sor, aki tud, az próbálja meg valamerre kerülni. Igen, hát ez a Zsámbék utáni. A Zsámbék utáni rész Budapest felé, hogy ezt István is elküldte nekünk. Jobban vagy? Nagyon. Igen? Aha. Kis könnyebbség, vérbőség, bármi? Meleg. Deréktájon meleg. És na jó. Hát nem tudom. Miért ez jelent valamit? Hát ez egy vérbőséget okozott, gondolom. Aha. Ott mindenhol. És igen. Akkor most száguldoznak a vérek. Jó, hát száguldoznak. Nem tudom még, hogy mi a jó ebben, de állítólag holnap reggel lesz igazán tuti. Tehát, hogy felkelek, azonnal baj, hívlak benneteket, jó? Nem, mert akkor éreznéd a jótékony hatását, hogyha előtte fájt volna a derekad, de nem fájt. Tehát ebből mi tanulunk, és legközelebb úgy fogjuk csinálni, hogy előbb fájdalmat okozunk, és utána. Nagyon jó hát vagy. Nem, tehát ez igen, mert kell. A viszonyítási túl alap nincs meg. Nincs meg bennem az, hogy fáj a derék. Ha lenne, akkor jó. De figyelj, könnyebbséget is fogok érezni holnap. Hogy mennyire könnyen fogok fájni. Hogy pattantál ki az ágyból. Na, ígértük ugye, hogy felhívjuk Gyugyit, a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitányát, mert hogy állítólagosan ő kedden aláírta a szerződését az új klubjánál. Hát ez már hivatalos. Ez már ugye hivatalos, így van, nem is kell mondanom, hogy állítólag hivatalosan aláírta, az Egyesült Arab Emírségekbeli Alvadához megy ő. És hát Balázs esetében azt hiszem, hogy fel kell tegyük azt a néhány kérdést, amit mindenki foglalkoztat más ajánlatokkal kapcsolatban. És egyáltalán úgy, hogy miért döntött így? Hiszen sokan drukkoltak neki, hogy talán pár év még van az ő karrierében úgy, hogy valamilyen top csapatnál, vagy top csapathoz szerződik, ott ír alá, és láthatjuk a német, vagy akár az olasz bajnokságban. Felmerültek az EB után ilyen hírek, hogy vannak megkeresések. Aztán ugye hát jött a hideg zuhany, hogy ő aláír, ami nyilván nem hideg zuhany, mert az ő élete az ő karriere, de közben mégis azon futball szeretőknek, akik szerették volna Balázst még látni azért futballozni Európában. Igen, és az EB nyújtott teljesítményük alapján, ugye, ami nyilván nekünk volt nagyon-nagyon fontos magyaroknak, hogy a hitet kicsit visszaadta a fociban, de azért neki is volt két olyan villanása, amire szerintem hát, az egész szakma fölkapta a fejét. Meg az a mezőny munka, amit úgy végzett el, hogy igazából persze az embernek szinte idézőjelben legalábbis a laikus számára fel sem tűnik. De ő gyakorlatilag a hátán vitte a csapatot, meg ugye beszéltünk nagyon sokat azokról a legendás beszédekről, amiket az öltözőben adott elő, gyakorlatilag séróból, és amikkel annyira sikerült feltüzelni sokszor a csapatot, hogy elképesztő. Tehát igen, egy igazi vezéregyeniség. Vezéregyeniség itt volt nálunk, mi is nagyon kedveljük egyébként, szeretjük. Egy méretetlenül szimpatikus srác. És drukkoltunk neki hosszú ideje már, hogy jöjjön össze valami, nem? És az a szeretet, amit ők megkaptak az EB-n és az EB alatt, meg aztán abszolút megérdemelt volt, és kijárt nekik. Szerencsés generációhoz tartozik, vagy tartoznak ők, hogy ezt átélhették. Azért ez igen. Mostanában azoknak, akik profi szinten űzik a futballt, hát keveseknek adódott meg itt az elmúlt 20-30 évben, hogy valami ilyen hihetetlen szeretet hullámot kapjanak és váltsanak ki az emberekből. Meg visszaadtak valamit a magyar labdarúgásnak a presztízséből, abból a presztízsből, ami az utóbbi években sajnos joggal megkopott. És azért ilyenkor, amikor mondjuk ilyen előzménye vannak egy igazolásnak, és mondjuk egy olyan klubcsapatnak a nevét hallod, mint az Alvakda, ami lehet, hogy a szűkebb környezetében egy sztárcsapatnak számít, meg egy népszerű, ismert csapatnak, azért valljuk be őszintén, számunkra picit ismeretlenül hangzott a neve, amikor először hallottuk. Tehát, hogy azért felvetődött mindenféle más európai klubnak a neve is, amik azért sokkal jobban csengenek egy európai ember számára, ehhez képest az Alvakda a számunkra kakuktojás. Igen, én nem sziszentél fel, hogy ú, de jó. Ez az. Ú, gyerekek, ha valaha focista lettem volna, csak ide. Csak a Vagda. Jó, na mi a helyzet? Egyelőre nem érjük el? Nem veszi föl. Jó. Megbeszélt interjú volt, tehát nem váratlanul csörgünk a Balázsra, még ígért, hogy szívesen áll a rendelkezésünkre, nyilatkozik, úgyhogy ha valaki mellett ott áll, és tud róla valamit, akkor dobja egy esélyt. Nagyon keressük, mert meg volt beszélve. Meg volt beszélve, hogy tudunk vele beszélni. Azt írja, Dia, nem tudom, ez így van, hogy harmadikak vagyunk az olimpiai éremtáron, ez az van. Nem. Ott vannak ugye az amerikaiak, a kínaiak, igen. Vannak egy páran előttünk. Egyébként. Hát egészen konkrétan Egyesült Államok, Kína, Japán, Ausztrália. Azért ez a pici ország, nem?
Hát csodálatos, csodálatos. Tehát rengeteg vannak olyan országok vannak mögöttük, mint Nagy-Britannia, Olaszország, Franciaország, Németország. Ausztria. Majd ő később, az ő sportágait ott később jön meg. Azt szokták mondani ilyenkor, hogy majd eljön a mi idők. Igen. Jó, oké, na hát akkor amíg üldözünk Zsuzsit, addig akkor lejátszhatjuk majd a hármas ugrást, és akkor később próbáljuk meg őt még felhívni, lehet, hogy közben jött valami, vagy éppen nem tudom, merül, vagy elhagyta a telefonját, úgyhogy mindjárt megpróbálunk még lehetőséget adni Balázsnak, hogy megszólaljon. Vagy az osztrákok blokkolják. A hívást? A hívást. Rajtuk keresztül megy. Rajtuk keresztül megy a hívás, és nem ér oda. Milyen kis kérdés volt, állítottál össze kérdés? Szerintem nagyon barátságos. Barátságos, na, könnyű, egyértelmű. Szabadság előtti a kedves, helyes? Uh-huh. Szerintem igen, kedves, helyes, aranyos, lájtos. Igen, jó, na, akkor jó napod volt tegnap. Mondhatni. Meg volt a megfelelő cukorbevitel. Meg volt az országtortájának megkóstolása. Mi is volt. Nem, most csak hogy hívják is, téges fagyik voltak, fagyikák. Vettem egy fagyikanalat, egy igazit. Ilyen kis, hogy hívják is, rugós, markolós olyat. Szépen. Ilyen kevés elég a boldogsághoz. Én ezt annyira irigylem, ez annyira jó. Vettem egy fagyikanalat, hazamentünk, körbeült a kis család, fagylaltos kejhet, és mindenki fagyikanállal. Mondtam, hogy miért szeretnének, és akkor belemártottam a kis meleg vízbe. De virágtól elszedted a 200 forintot gombóconként. 400-at tettem, nem 200-at, tehát ez egy prémium minőség és prémium kiszolgálás. És te szeded ilyenkor? Tehát és akkor készedem neki kis kikanalazom, minden egyes gombóc után leöblítem. Rá, csinálják. Igen, lecsöpögtetem, és utána pedig... Roletti volt hozzá, cukorszórás? Roletti nem volt, volt hozzá természetesen, mi nyuszi szósznak hívjuk természetesen, ezt a kis csoki szószt, aztán pedig a mindenki ízlésének megfelelően tejszíjabot rakhatott rá, vagy csokoládésat, vagy pedig simát. Hát gyönyörű. Komolyan mondom, nektek a legjobb. A tejszi a light volt. Nektek a legjobb. Na játsszuk már, és itt van egy hallgatónk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Viktor vagyok. Jó reggelt, Viktor, hello! Honnan hívtál minket, Viktor? Gyöngyösről. Ó, oh, hát, mi történik ott? Mi folyik ott? Gyöngyösen, ugye? Mi folyik ott Gyöngyösen? Mit csinálsz éppen? Dolgozol? Otthon vagy? A szabadságon vagyok. Ó, oh, szegény, pont erre a hétre időzítetted? Hát ez így egyszer. Elutaztatok volna valahova? Megyünk a Balatonhoz. Mikor? Egy óra múlva. Na, no, hát jó. Ma már az kezd alakulni, azt mondják, holnap már egész jó lesz, hétvége, az pedig kiváló. Akkor ez egy ilyen rövidebb kis családi, háromnapos, négynapos? Igen, hétvége, hosszú hétvége. Az korrekt. Az még jó. Fura lett volna, hogy azt mondod, hogy a kékes tetőre mentek. És kivel mész, családdal? Párommal megyek, igen. Ja, hogy még nincs gyerekem, nincsen gyereke, ketten vagytok. Igen. Merre mentek? Pálkövére, Balaton. Melyik rész ez a Balatonnak? Ez északi része. Északi rész, Oké, okay, be vagytok pakolva, be vagytok csomagolva? Hát, folyamatban. Szóval nem. Szóval semmi. Indulás előtti kis veszekedés, túl nagy a bőrön, de ne csináld, ne tedd be, azt minek hozod, jaj, hol a párnám, meg volt már? Még odáig nem jutottunk el. Odáig még nem. Mi, minek annyi zokni, soha nem hozol két párt. Úgyis egyet fordulsz egy hétig. Na, oké, okay, Viktor, hát akkor nézzük a kérdéseket, jó? Azt mondja, hogy így szól az első. Mi a nemzetközi dopingellenes ügynökség angol nevének a rövidítése? Sajnos rengeteget halljuk. WADA. Így van, WADA. WADA, jó, hát WADA, persze, mondjuk ki a WADA. Olvastad, vagy miért mondtad így? Így egyszerű volt. Persze, nem baj, ha használsz netet, Viktor, az egyáltalán nincs baj. Abszolút, megengedett. Viszont a következők az nehezebb lesz, hogyha az internetre hagyatkozol, mert nehezebb rákeresni. Igen. Mehetünk? Mehetünk. Melyik világhírű rapper tett idén ígéretet arra, hogy fellép az erdélyi Maros Bogáton? Snoop Dogg. Jó, de jó vagy. Nem ment el még, tudomásunk szerint egyelőre. De tényleg megígérte, hogy el fog menni oda. Ugye összekeverte Bogotával. Bogáta. Ki az, aki ott kuncog melletted, Viktor? Párom, Dóri. Hallom, hogy így hangosan ilyen kis kuncogva ott nevetgél melletted. Megjártam! Hello, szia. Ciao, szia! Hello. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Megyünk, bár ő azt mondja, álljunk meg, de megyünk. Jó, itt van a harmadik kérdés Morning Show óráért. Melyik kontinensen található a világ egyik legnagyobb tava, a Huron-tó? Melyik lehet ez a kontinens? Huron!
Kanadában van, Amerika. Ó, egy tökéletes. Ennyi. Tökéletes. Párod még bekérdezte, Huron? Igen. Így van, egy Huron pendültetek. Igen, oké. Ez észak-amerikai. Tanultam gépírás iskolából, hogy gyorsan ment. Na, menő. Tényleg netről nézted ezt is? Igen. Viszont tényleg gyors vagy. Nincs megtiltva, nem baj. Oké, hát nektek nagyon jó pihenést, Viktor. És magunknak is. Érezzétek nagyon jól magatokat, és legyen szép időtök. Szerintem tényleg megjön, az lesz. Jó? Rendben, köszönöm. Kellemes pihi, ciao. Köszönöm. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, Balázs, mi mindig nem érjük el, úgyhogy teszünk egy reménytelen kószakísérletet arra, hogy előkerüljön, mert egyébként ebből a szempontból ő mindig kiváló riportalajnak bizonyult. Meg állt rendelkezésre. Itt volt, jött, állt rendelkezésre. Amikor le volt egyeztetve, nyilván volt, hogy spontán akartunk rácsörögni, akkor nem mindig értük el, de most megbeszéltük előre. Már tegnap egyébként egyeztettünk velük, hogy hívjuk őket, és igen mondott, úgyhogy próbálkozunk előkeríteni. Jó, 9:30 lesz, pontosan 10 perc múlva jövünk vissza mindjárt. Fél 10 van pontosan, jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Na hát Zsuzsit nem sikerül elérni, úgyhogy hát próbáltuk. Ezt nem szeretjük. Amikor le van beszélve egy interjú, ugye Juli tegnap egyeztetett hosszasan egyébként az ő menedzserével, és azt mondta akkor a menedzser Julinak, hogy ott áll mellette a Balázs, rábólított az interjúra, és hívhatjuk másnap. Úgyhogy egy előre megbeszélt dolog, hát ez nem túl etikus ilyenkor azért ebből itt kihátrálni, pláne úgy, hogy akkor az ember nem veszi fel a telefont, vagy lehet küld egy üzenetet, hogy akkor megváltozott a dolog, és nem akkor nem nyilatkozom. Úgyhogy Zsuzsit nem tudjuk elérni. Lehet, hogy aztán közt és a menedzserek között történt valami rosszul szervezett szervezettség, vagy nem beszélték meg, vagy a Vörös Barony már utána nem mondta tovább a Balázsnak, hogy akkor ne felejtsd el holnap az interjút, de hát állítólagosan ott állt mellette. Mindegy is, hogy ezzel nem vagyunk beljebb sajnos. Igen. De ettől függetlenül drukkolunk neki. Szerettük volna megszólaltatni, és reméljük, hogy megtudjuk majd, ha visszajöttünk. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Hát egyrészt ugye Michael Phelpsről beszélgettünk, aki bevallotta, hogy köpőzéssel készül. Igen. Az olimpiára nagy piros foltokat fedezett fel a hátára. A sajtó megkérdezik, hogy miért. Elmondta, hogy minden edzés és minden versenyszám előtt őt megköpőzi a szövetség edzője. Azt nem tudjuk, hogy saját kérésére történik-e, vagy pedig álmában csúszolásai fogják le. Egészen nem is tudom már, hogy valahogy megszavaztuk, hogy akkor legyen Feri. Igen. Isten, nem tudom, hogy kiáltással. Közfelkiáltással. Háromra mindenki mondott egy nevet. Már én is majdnem mondtam a sajátomat. Úgyis én szívok, mint Feri. Ja, majdnem kiesett a padból, úgy jelentkezett. Feri akartam. Aki seminens, mi? Nagyon akarta, nagyon jelentkezett, úgyhogy... Akkor most lehet, hogy én is mondjuk leúszom a 100 métert 4 percen belül? Simán. Most már jobb vagyok? 10 percen belül, de szerintem biztos. Akkor jó lett volna egy előtte, meg egy utána, de egy mérés. Biztos, hogy jobb vagy. Úgyhogy arra gondoltuk, meghívunk ide a stúdióba egy Csontkovácsot, Érmeleki Attilát, hogy mutassa meg nekünk, mit jelent az, amikor az embert megköpőzik. Feri felhuppant erre a kis ágyra, és azonnal elindult a köpőzés. Jónak tűnt kívül. Aha, onnan egészen igen. Egészen szerethető volt. Valamint hoztam egy dalocskát, amit én nagyon sokszor mutatok meg a Noelnek, és szerettem volna nektek is megmutatni, hogy velem van a baj, és én már a roblott életkorom miatt hallok bele a dalba mindenféle rosszat, vagy igazából nincs velem baj, és ez egy teljesen ártalmatlan dal, és nyugodtan sokszor lejátszhatom Noelnek. Igen, a mocskos beteg lelked, sajnos hát a szatév útra visz. ez a baj, úgyhogy behoztam ezt a dalt, megmutattam nektek, hogy beszéljük meg együtt, hogy a dallal van baj, vagy velem van baj, és hát ti elmondtátok, hogy mivel van az igazi baj. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40 lesz pontosan 4 perc múlva. Mindenki vigyorogva jön szembe, írja egy hallgató. Ez egy török dalocska, teljesen ártalmatlan. Csodálatos volt. A gyermeki lélek köszön vissza. Igen. A felnőttekben, ugye? Én ahogy újra. Énekled. Én újra kis csoportosnak éreztem magam, hogy együtt elkezdtük énekelni. És akkor most együtt? Igen, és akkor most mindenki együtt. Na, de milyen jó, hogy megfejtettük be telefonát, ugye egy hallgatónk, aki hát tud törökül. Na, vannak friss hírek?
Gyugyival kapcsolatban? Igen. Előkerül? Igen. Tényleg? Hát akkor... Hogyha egy kicsit korábban ébredünk, akkor őt is felhívhatunk volna, hogy fordítsa le nekünk a dalt. Itt van velünk Gyugyák Balázs. Balázs, jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Szia, hello! Hát nehezebb téged elérni, mint a pápát, Balázs. Hello! Mert vele már kétszer is beszéltünk. Igen, ma már kétszer a pápa adásban volt veled még egyszer. Mi történt? Nagyon kerestünk. Semmi, csak beállítottam az ébresztőmet, aztán az utóbbi három nap az most így kicsit zavaros volt, meg kirepülés Abu Dhabiban meg vissza, és ez a két óra, megmondom őszintén, megfogott az átállás gyanánt, és 9 óra 5-re beállítottam az órát, hogy hívtok, és pánikolva ébredtem 28-kor, úgyhogy kapkodva nyelent. 43 nem fogadott hívással, 26 SMS-sel és 4000 e-mailről a menedzserettől. Hol vagy, nagyon kerest. Te ismerted, Balázs, a Kücsük Kurbaga című gyerek nótát? Hát valahogy most így nem erre szoktam ébredni. Kézzel, találtuk egy nagyon jó török kis népdalocskát, megfejtettük a jelentését, kicsi békát jelent, és ez kiderült, hogy nyugodtan leadható a kisgyermeknek. Én a Noelnek nagyon sokszor lejátszom, nagyon szereti, csak megmutattam a fiúknak, hogy van-e valami ronda, de nem hallottam erre semmit. Nem, picit áthallásos, de... Na, mi újság van? Aláírtál? Akkor ez már biztos. Igen, kedd este írtunk alá, úgyhogy most már két éves szerződés hivatalosan is, úgyhogy ennyi, hát megtörtént. Megtörtént az aláírás. Akkora örömmel fogadtak, mint az előző csapatodnál? Azért ott lehetett látni, ugye, hogy... Igen, hogy Burzaszpornán sálatlaktak a nyakadba, hatalmas nagy felhajtás volt. Na hát egyelőre ott még ugye nem, mert itt most a csapat edzőtáborban volt, úgyhogy ez most ilyen vezetői szinten lett csak rendezve. Én szombaton utaztam ki a csapatnak az edzőtáborából, volt az első ilyen személyes találkozó. Ott találkoztam az elnökkel, meg a csapatmenedzserrel. Az edző az végül nem tudott odajönni, mert ugye meccsen voltok, aztán mondták, hogy most ne kavarjuk meg itt a dolgokat, és nem akarják, hogy blengálsanak. Úgyhogy csak ilyen vezetői találkozó volt, és akkor velük egyeztünk meg abban, hogy akkor hétszer utazunk ki, és akkor hogy lesz a továbbiakban a dolog, úgyhogy vasárnap kell majd végleg visszamennem, és hétfőn pedig az első edzés. És ha jól tudom, akkor ők most harmadikok a saját bajnokságokban? Igen, igen. Hát harmadik helyen végeztek, úgyhogy most ugye kezdődik majd az új szezon, ők is évről évre magasabbra teszik a mércét, most ebben az évben sikerült megnyerni az egyik kupát, és most szeretnék megnyerni a bajnokságot, úgyhogy itt is van ugye egy ázsiai bajnokok ligája, abban szeretnének játszani. Úgyhogy egy hosszú sztori volt, mert ők már májusra bejelentkeztek, hogy szeretnének leigazolni. Úgyhogy nagyon-nagyon ragaszkodtak hozzám. Úgyhogy ők boldogok voltak, meg nyilván én is a végén már, hogy sikerült lebonyolítani ezt az üzletet. Úgyhogy kíváncsian állok az új kaland elé. Szerződésbe ezt bele lehet írni a csapat részéről, hogy az az elvárás, Balázs, hogy jussunk, nem tudom, egy magasabb osztályba. Ilyet szoktak írni szerződésbe? Hát nem, tudod, ez ilyen szinten nincsen belélő, csak ugye elmondják, hogy mégis hova de kerül. Mi az elvárás, aha. Így van, hogy mi az elvárás, mit szeretnének elérni ebbe az évben. Úgyhogy ez most is szóba el lett mondva, és hát így kell neki vágni ennek a dolognak részemről is, hogy abszolút ugye azt érzékeltették, hogy igenis azért igazolnak, mert ezt a célt, ezt nem szeretnék elérni, és igenis úgy érzik, hogy én tudok ebben segíteni, úgyhogy nyilván ezt papíron rögzíteni nem lehet, mert hát ígérgetni meg aztán pláne, úgyhogy csak bíznak abban, hogy tényleg a legjobb fog történni velem. Nyilván tudod, hogy a te karriered szempontjából mi az egy-két kérdés, amit most mindenki megkérdez, hogy meg akar tőled kérdezni. Hát már 8 éve, úgyhogy... 8 éve tulajdonképpen, igen, és én valamira kedvelünk, és én nem mentegetőzöm, de ezeket én ugyanúgy meg akarom kérdezni, mert érdekel meg, hát erre kíváncsiak a hallgatók. Volt-e más ajánlat? Nem, Balázs, hát én ugye amikor megszólaltam, és többek között az, hogy szerintem milyen felhajtás van, többek között most negatív irányba körülöttem, az annak köszönhető, és most én nem ellenségeskedem, hogy erről valami szinten szerintem egy kicsit a média, tehát az, hogy most magyar-török felesleges mondanom, mert mind a kettő ír, én elhiszem, hogy vannak hírek, amiket meg kell írni. Én mióta itt vagyok, kétszer szólaltam meg, abból az egyik a Forma 1-en volt, ugye összehoztuk ezt a rögtönzött sajtótájékoztatót, elmondtam, hogy szó szerint egy csapatot nem tudok elmondani. Nincs körülöttem felhajtás, senki körül, nem csak én körülöttem. Sajnos nem olyan dolgok jöttek össze a válogatott után. Hiába mindenki azt remélte, hogy majd kopogtat a jobbnál jobb csapatok és a jobbnál jobb bajnokságok. De természetesen türelmesen várok, stb. Ez volt az egyik, ott is elmondtam őszintén. Majd a másik pedig ugye most, hogy a Nemzeti Sportban nyilatkoztam ezt a hírt, hogy történt. Múlt hét szombattól kezdődött az, hogy volt egy pici, úgymond
nagyobb mozgolódás körülöttem, és akkor igen, azt mondtuk, hogy mi is nagyon jó helyen állunk ahhoz, hogy oké, Németországban azt mondták, három csapatra kérnének meghatalmazást, mert nagyon jó esély van arra, hogy odaigazolhatok. Ezt utólag már elmondtam azt is, hogy elsősorban Bayer Leverkusen volt, azt mondták, hogy ez nem jön össze, akkor Schalke, valamint Mönchengladbach. És ez a három volt az, és azt mondták, szerda 24 óra, tehát éjfélig vissza fognak jelezni, vagy egy hivatalos megkereséssel, ugye, ami azt jelenti, hogy elküldik a Bursaspornak is az ajánlatot, és akkor sikerül a dolog, vagy pedig ugye nem. És szerda 7 órakor visszaszóltak mindenhonnan, hogy sajnos most nem, köszönjük szépen, úgyhogy ez volt ez a dolog, és én nekem valamilyen szinten ez volt úgymond a prioritás, hogy Németországba szeretnék menni, ugye sajnos a Palival már ezt rég rövidezáltuk mi ezt a témát, ugye ők jelezték, hogy nem tudnak a csapatomnak fizetni, és meg ugye nem állnak ugyanilag, hogy 3-4 milliót meg tudjanak fizetni, plusz ugye még engem is. Attól függetlenül, hogy erről nem volt szó se. Ennyi volt, és igazából ennyi. Így rövidezáltam. Tehát akkor tulajdonképpen ez egy félértés a te esetedben. Igen, volt egy olimpiákhoz 500 ezer euróért, aki szeretett volna kölcsön menni egy évre, és opcióval, hogyha megnyerjük a bajnokságot, vagy megnyerik a bajnokságot, akkor pedig elővásárlási joggal megvenni. Viszont ugye, hogyha egy asztalon, ezt azért egy picit, aki az ügylet életben benne van, egy asztalon van 500 ezer euró kölcsönbe, plusz 3 millió készpénz, nyilván a törökök meg ugye nem arról híresek, hogy azt nézik, hogy nekem legyen jó, tehát nem is akartak eljön egyelőre erre a dologról hallani, és úgy voltam bele, hogy igenis ezt a részét is vállaltam, hogy ez pedig, ez az Abu Dhabi ajánlat, ez pedig mindenen túl, ez pedig döbbenetesen nagy ajánlat volt, amire én meg azt vállalom, hogy szerintem 100-ból 99-ben igen mondtam. Tehát nem arról van akkor szó, amit sokan itt félreértelmeznek, hogy a te esetedben a szemedre vetnek, hogy volt nagyon sok jó ajánlat szakmai szempontból, de te a 6 nagyon jó ajánlaton kívül mégis inkább, mint amely a 7-et vagy 8-at választottad, ami anyagilag a leginkább vonzó. Effektíve tulajdonképpen nem volt elfogadható, vagy hát mérlegelhető komoly ajánlat, erről van szó. Ne, hát ez komoly olyan, meg ahova komoly csapattól mentem volna. Persze, az úgy abszolút nem. Tehát mondom, hogy én az elejétől kezdve a pénzt néztem volna, meg az, hogy én ne érdekeljen semmilyen úgymond nagyobb bajnokság, akkor én már májusban ide aláírok. Tehát nekem megvan az a papír, vagy a menedzsmentnek, hogy már májusban hivatalosan bejelentkezett ez a csapat, és már ugye nem hiába került ez ki májusban az erdő előtt, hogy én már ideig aláírtam, én már megegyeztem velük. Ugye nyilván, én mondom, két hete folyamatosan megy az, hogy nem, köszönöm szépen, nem szeretnék még ide menni. Úgyhogy így, hogy mérlegeltünk mindent, majd azt meg nem szerettem volna, hogy most 3 évig még itt maradok, úgyhogy így ezt meg bevállaltam. Ez fontos szerintem mindenkinek tudni, mert itt akkor egy-ketten félreértik ezt a fajta váltást, vagy a te karrieredet, hogy nyilván biztos nagyon sok ajánlatod volt, de hogy neked a pénz lebegett a szemed előtt, és ezért írtál oda. Ez jó, hogy kimondod most akkor itt nálunk, hogy igazából nem erről volt szó. A végletekig kivártál, nem jött ajánlat, nem volt konkrétul, és akkor viszont elfogadtad ennek a csapatnak az ajánlatát. Így azért más picit a gyerekfekvése, mint amit az ember egyébként valójában olvasott rólad a sajtóban, különböző olyan blogokban, bejegyzésekben, ahol nem szólaltál meg, csak egy szakújságíró leírta, hogy na most akkor mi lehet ezt a karriereddel. Hát azért ez nagyon más. Ez nagyon más, mint amit ők sokszor megemlítenek. És hát milyen a nép? Látod, hogy egy hónappal ezelőtt az EB-n a vállukon vittek, most jön egy ilyen hír, és akkor rögtön az van, hogy na tessék. Ez is érdekes egyébként. Mert én azért nagyon figyelem. Tudod, erre én meg azt mondom, hogy tehát most ezt a részére mondjuk teljesen mindegy milyenként, de például arról szerintem Olaszországban biztos, hogy nem okozott ekkora fejfájást, meg ekkora negatív kommentet, hogy a Graziano Pelé 30 évesen, aki ugyanúgy egy két gólt rúgott az EB-n, olaszként kiigazolt Kínába. Igen, én szerintem a te esetedben van még egyfajta ilyen, nem is azt mondom, hogy frusztráltság vagy elégedetlenség, lehet egyfajta drukkolás a hazai foci szerető emberek, hogy de jó lenne még a Balázsnak, ha az megadatna, és én is láthatnám, más is láthatná, hogy egy olasz vagy egy német bajnokságban játszik. Tehát a sok fanyalgók között szerintem van sok szorító is, aki egyébként maga miatt, a sportszeretet miatt azt mondom, hogy hát én azért még a Jujit megnézném úgy, mint régen. Ezt nem de valahol de játszik Európában. De hogy nálam jobban senki nem. Hát tudod, gondolom, se a Hertába, se bárhova igazolni. Ez jött össze, tehát én elhiszem, hogy ez így van, és biztos, hogyha valami, azt is elmondom, amit valószínű, hogy még eddig soha nem hallottak tőlem, viszont mi ezt mi a menedzsmenttel megbeszéltük, ha valahol úgymond ez a nagy név elrontottuk, az biztos, hogy a PSV-ből lett.
Tehát nyilván mi is tisztában vagyunk azzal, hogyha ott akkor nem Olaszországban, vagy Oroszországban vagyunk, akkor most meg nem mondok csapatneveket, de biztos vagy benne, hogy most nem azért beszélgetünk, mert Abu Dhabiban igazolok. Tehát mi is én is ezzel tisztában vagyok. Tehát ott is ott volt úgymond az a fordulópont, amikor valószínűleg eldőlt, hogy nagyon nagyot kellett volna alakítani ahhoz, hogy tényleg most még mindig arról beszélgessünk, hogy egy top kategóriai bajnokságban vagy top játékosként ők emlegetve. Úgyhogy mi tisztában vagyunk azzal a hibával is, hogy éppen mit követtünk el, vagy hogy, de viszont mindennek megvan a miértje, hogyha akkor én máshol vagyok, de akkor is valamilyen szinten ez a szakma, ez egy véges, ezzel ti is tisztában vagytok, mindenki tisztában az, hogy most ez ki van mondva, vagy nincs, hogy az emberi kimerik mondani, én kimerem mondani, hogy igenis, ez egy véges szakma. Tehát, és a mai világban nagyon-nagyon fontos az is, hogy végez az ember onnantól kezdve, hogyha én befejeztem a focit. És igenis már innentől kezdve, hogy mivel nem volt semmi, még egy hangsúlyozom az asztalon, fontos volt az, hogy ezt a szakmát majd, még nem tervezem, de majd ezt hogy fogom befejezni, és milyen mutatóval. És arra pedig igenis büszke vagyok, 6 éves korom óta ezt csinálom, és igenis fontos az, hogy hogyan él a családom, hogyan fogok én élni, és kész. De én ezt így ebből azt hiszem, hogy tőled halvapsz, értem, szóval ez egy tiszta helyzet, nyilván az ember olvas valamit, és akkor gondol erről a dologról valamit, de ezt így meghalva, meghallgatva, én tökéletesen értem, mert teljesen logikus és elfogadható az, amit mondasz, bárcsak lett volna egy jobb vagy egy másik ajánlat, ami Európában tart, ha nincs, akkor ki az, aki ne írt volna alá, vagy nem ment volna el, hát a butasság az ellenkezőjét állítani. Balázs, mi ettől függetlenül nagyon drukkolunk neked, meg mindenki más köszönöm. Is, tehát és szerintem hitel, sokan, igen. A fórumokon egészen más hangulat van, mint annak idején, amikor az Anzsiba igazoltál. Aha. Mert akkor tényleg a keresztvizetés leszették rólad, és azt mondták, hogy na, csak a pénz. Most igen. Inkább tényleg a féltés, meg a drukkolás van jelen, meg az, hogy látták, hogy játszottál az EB-n, és nagyon szurkoltak azért, hogy tényleg egy topligában, egy top csapatban folytasd, és ne pedig mondjuk adott esetben egy kisebb, kevésbé ismert, vagy kevésbé elismert ligában. Tehát most nem megy annyira a köpködés, meg a fújolás, mint annak idején. Tehát inkább szurkolnak. Nem, hát én abban is biztos vagyok, és ezt is nálatok is kémelem jelenteni. Tehát én nekem eddig, hogy egy picit ismert, én mindig is remegő hangon beszélek a válogatottról. Tehát azt látom, hogy azért sikerült bizonyítanom, remélem mindenkinek, hogy igenis a válogatottam mindenem, és mindent megteszek ezért, hogy a legjobb lehessek. És ezt az elvén is bizonyítottam, ez innentől kezdve még hatványozottabban lesz, és amikor én éppen ilyen helyre igazolok, akkor nekem igenis én az a tisztelők, hogy ennek milyen komoly felelőssége van, és még nagyobb odaadást és meghalást várnak el tőlem, úgyhogy én csak megnyugtatni tudok mindenkit, hogy ez a jövőben is így lesz, és mindennek fogok tenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb játékos legyek továbbra is, meg hogy a válogatottal vagy akár a klubcsapatommal sikeres legyek, és két év múlva legyek ingyen igazolat, aztán menjek, akkor akár német bajnokság, hogy mindenkinek jó legyen. Valahogy nagyon szimpatikus, amit mondasz, mi tényleg drukkolunk. Úgyhogy nagy kalappal, és sok szerencsét neked. Odaállt, reméljük, hogy megtalálod a számításodat. Köszönjük szépen! Köszönöm. Vigyázz magadra, Zsuzsák Balázsnak! Okay, köszönjük szépen! Ciao, hello! Végtelenül szimpatikus egyébként, és abszolút így már viszont érthető, tök ami történik, más nem? És más a fekvése, mint amit az ember a sajtóban olvas. De hát hozzá vagyunk szokva, hogy megjelennek az emberről. Hát igen, előfordul. Meg ráadásul egy picit hazai pálya, és mindig van egy magyar női kontingens kint Dubajban, tehát hogy azért... Ez is benne van. Igen. Lesz ott ismerős arra. Biztos lesz egy kettő. Igen. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel. Ciao. Arra azért kíváncsi lettem volna, hogy ő mit gondol, hogy a magyar focistákat most miért nem keresték? Mert ugye ő is elmondta, hogy a sikeresnek mondható Elvi után. Mondjuk Nagy Ádám leigazolt a Bolognyába például. Jó, tehát a Bolognya is az, hogy, tehát, hogy érted, hogy... De, na mi? Na most mi a bajod a Bolognyával? Hát, hogy nem a Juventus, meg nem a Róma. Majd az a következő. Jó, oké. De nagyon örülök, hogy Nagy Ádám sikeres egyébként, tehát komolyan. Szerintem minden sikerre kell drukkolni. Menjen, igazolják le. Keressen egy csomó pénzt, tehetséges, az ő tehetsége elérte. Nem szabad tőle ezt sajnálni. Hívjuk a nap hallgatóját, ha mondja, hogy morning show, akkor adunk egy ajándékcsomagot. Éjszaka nézzétek az eket. Csillakulás? De nem akármilyen. Ma éjszaka? Hát. Full lett, be lesz borulva. Tényleg? Tök szuper. Háromszor annyi jön most, ma, mint a eddigi legjobb éjszakán. Komolyan? Aha. Atyaik. Ja. De hát akkor ezt a felhők miatt köszönjük szépen. Jó, hogy... de ilyen felhőket még nem láttatok. Az mondjuk igaz. Látok, mennyi felhő lesz az ilyen. A felhők gyönyörű lesz. Igen, a felhők annyira durva lesz. Az egész univerzum. Igen, azt írta a naphallgató egyébként, Szegény Feri mindig ő az áldozat. Novemberig le is 100%-olják. Nem kell neki új munkahelyen gondolkodni. Meg vagyunk. Nagyon szeretjük az esemény. Nem vette fel a hallgató. Úgyhogy...
úgyhogy sajnos nem tudjuk odaadni az zenécsomagot. Csabikám, milyen zenéid lesznek? Remek zenék? Shawn Mendest hozom nektek, képzeljétek el, második lemezét hozza majd szeptemberben, és most hétfőn ünnepelte csak a 18. születésnapját, és az első lemezről is már voltak világslágerei. Mendest hoznád, bakker. itt van valahol állítólag az utcán, itt mászkál, láttam róla fotókat. És hogy hívják Ria tekintettel, kérdezett jobbra balra, Jani, hol vagy? Nem azt mondta, Csabi? Mindegy, én félreértettem. Szóval Shawn Mendesnek van egy új dala a készülő második lemezéről, ez a Treat You Better, és ezt hozom nektek. És mikor emeled be a Kocsa Kuvák című? Egyszerre szabadság előtt, gyerekek, ez közös éneklésre, hagyj imitáljalak meg benneteket és a drága hallgatókat. Magasra a kezeket! Mindenkinek! Kocsa Kuvák, Kocsa Kuvák, 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 Kuvák. Ennyit tudunk a szövegben. Igen. Hát nem, ezért már megvan. Gyerekek, bárkinek akartok üzenni, vagy bárkinek akartok bármit elmondani, hogy a szívetek nyomja, ezt a dalt kell neki elküldeni. A kis békáról, mert ez egy török dal, és egy kicsi békáról. Elmegyünk mi Szabira, mindenkinek nagyon jó pihenést kívánunk, vigyázzatok magatokra, gyertek majd vissza másfél hét múlva hétfőn, addig pedig best of-unk lesz, illetve Csabi tartja a frontot a kiválási műsorban. Vagy jövő héten, vagy te is Szabi vagy? Garami. Egyedül félsz, mi? Igen, mi Szabi testvérek vagyunk, ha te mész, mi megyünk, ha mi megyünk, te mész. Hát össze vagyunk nőve. De én még holnap azért vagyok, jó? Mester és pátaványai azért még mindig, tehát hát ebből még mindig te vezetsz, igen. Csabikám, jó pihenés neked is, és jó munkát. Nektek jó? Is. Jövünk jövő hét után hétfőn. Vigyázzatok magatokra. Puszi, sziasztok! Kvak, kvak. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.